Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Jani, hello Feri, sziasztok, hát jó reggelt, hát a hello, a legboldogabb napjának pitvarában, csütörtök van. Miért volt az az fejem, hogy szerda van? Nem tudom. Ugye? Hm. Pedig csütörtök van. Az jó, na egy jó hír, az első jó hír a napomban. Hát még azért, sok minden nem jön mögötted, de általában 10-kor szoktak jönni hírek. De, vagy jó hírek, de most akkor már 6 óra, akkor valahogy ilyen szerdai hangulatban jöttem, mondom, ma értekezlet van, meg tudod, hogy csomó. Hétközepe, fúj. Hétközepe, fúj, erre már csütörtök? Uh-huh. Hát az nagyon jó. Ennyi, látod, van na, akkor majd jön a Gábor. Igen, elmentes övezet van. Két hete várunk rá minden nap, ugye múlt héten nem volt, nem pótoltuk. Volt, másfajta elmentes övezet van. Nagyon szép áruk érkeztek szóban, húsáruk. De elmentes volt egyébként, ugye? Aha, én nem vettem észre. Én nem vettem észre. Nem láttál elbetűt? Én nem láttam sehol egy darab elcsek, most nagyon komolyan mondom. Úgyhogy visszatér, igen, Gábor. Igen, reggel, pihenő után. Reggel minden rendben volt utol, remélem leszortátok kályhalmúval vagy kazánsalakkal a járdát. A ház előtt. Hát nem tudom. Igazából kell, én még össze tudod. Cseréltem egy fűtőszálat a járdába, és akkor... Jaj, de harag. Jó. Meg rákötöttem az ipari áramot. De én kicsit lapátoltam, meg szánkozni voltam tegnap a gyerekkel, úgyhogy... Az jó, az nagyon jó. Volt. Én nagyon élveztem, ő kevésbé, úgyhogy... De mert a kocsival voltál. Nem, ő húzta. Igen, ő húzott. Gyorsabban, Benikém, kincsem! Húzd meg. Nem, az volt a baj, hogy fölkapaszkodtunk egy dombra, és nem csiszoltam le a szánkónak az alját. Ez volt az egyik baj. Uh-huh. A rozsda miatt nem csúszott olyan jól. Illetve van egy baromi nagy ilyen kamion kötél, ilyen vontató kötél a szánkón. Na, az belakadt a végébe is. És az mindig, ahogy rájöttünk a szánkóra, beesett ugye, vagy lement oda alulra a futófelületre. Aha. Mondtam, Beni, fölülünk, olyat csúszunk, te figyelj, meg se állunk az utca végéig. Beni behelyezkedett, toltam, nyomtam, tudod, erőlködött, semmi. 10 perc volt, mire rájöttem, hogy a kötél beér alá, ugye az a vontató kötél, és amiatt nem csúszunk. Úgyhogy nem sikerült megoldani. De ez így nem volt meg régen gyerekkorodból, hogy ezt mindig fogtuk a kezünkbe, amivel húzunk. De csak itt a csomó esett be alá, mert a két csomóval, én fogtam a kezemben a kötelet, csak az a két csomó, az valahogy ilyen bénán van rákötve a szánkora, és az beesett. És a fán magán lecsúszott. És az íven magán becsúszott ugye az ív alá. Hát figyelj, mire rájöttem ott a sötét utcában, hogy miért nem csúszik ez a rohadmányos szánkó. Apa, gyorsabban, tudod, Benni, rám néz. Nem csúszunk. Mondom, te, hát dolgozom. Ez már az. Hívom a sárga angyal. Igen, dolgozom rajta. Úgyhogy nem volt egy nagy csúszás. De legalább volt, mint csúszni. Meg volt egy kis havacska. Volt, az jó volt. Úgyhogy ráült, és akkor ott húzogattam az utcán, vagy erre-arra. Meg ott építettük hóembert. Úgyhogy jó lehet. Ja, az jó, az jó. Az jó. Bár nem volt túlságosan hideg. Én tegnap kimentem egy kicsit mozogni. Szeretek így a hóban futni, meg van hozzá speciális cipő, ami semmi, gyakorlatilag annyit jelent, hogy nem ázik át. És hát picit túlöltöztem, úgyhogy már a felén éreztem. Hát nyilván rohansz, meleged van, én ott elbottam a szánkodás, egy mínusz 3. Nincs rutinom ebben a dologban, de tényleg egyébként most, hogy mondod. Igen, most ha futkorászol a hidegben, úgy megizzadsz, persze, de attól még hideg van, csak te izzadsz. Hát a kettő nem ugyanaz, mert én meg annyira fáztam, egy fél után bejöttünk a Bennyvel, megnéztem a kocsi, hogy mennyi van, mínusz 3 volt. Tehát nem tudom, nálad a hideg az hol indul. Hát 10-12. Mínusz 12 nálunk, hogy este 6 órakor egy ilyen mínusz 3-ba estem bele a szánkózásnál, és mondtam, hogy hát ez elég is volt. De meg is találtam neked egyébként erre. Na. A megoldást, a ma reggeli újság írja, hogy Kínában új sport hódít, falmászás, de mesztelenül. Tehát, hogy egyrészt szerintem kényelmes, hogy a pimpi-dimpi karcolja a sziklát, és hogy rendes kinti, tehát, hogy nem mászófalon, hanem rendesen. Kínai csávó fogta magát, és mesztelenre vetkőzve nyomta az ívet, egy ilyen 30 méterig. Tehát nem, de miért kell mesztelenül? Hát gondolom, mert egyébként nem megy neki olyan nagyon jól, tehát biztos, hogy tud mászni, csak nem egy világcsúcs, és akkor gondolta, hogy így lesz híres. Igen, vannak nála jobbak, de ebben a kategóriában nem, mert hogy a többieknek van agyuk. Igen, plusz ne feledd el, hogy akkor még van egy olyan rész, amit ilyen kapaszkodónak égként tudsz használni középen, ja, hogy ne igen. Csúsz vissza. Meg a többiek gondolok a mászottársukra is, aki lent biztosít, és általában fölfele szokott nézni. Mondjuk ott a blendét. Tehát, hogy így érted, a mászás az egy 5 évek társas sport, tehát lent van valaki, aki szépen egy kötélnek a végén van, és egy biztosító eszközzel fogja a te testi épségedet, és ő általában felfele néz, hogy minden rendben van-e.
Na most azért abba beleőszül egy ember egy hosszabb útnál fölfelé nézni, és hát belegondolok, hogy így kedvelem, kedvelem a Lacit, a mászótársamat, de hát azért... De ezt azért nem nézni. Érted, nem biztos, hogy már így... Én értem ezt a mesztelenkedést, van ebben valami felszabadító. Ötven felé nézegessem a seggét. Igen, azért az, hogy... Tudod, hogy 2-3 órán keresztül... Jó, a mesztelen lovaglás oké, a mesztelen kocogás, futás rövid távon oké, mert ott is ez egy sapkod. A mest, az se lehet olyan jó. De itt például, ahogy én emlékszem erre a mászásra, mert egyszer láttam a televízióban, hogy ilyen nagyokat lépsz oldalt, átfogsz mondjuk egy másfél méteres kérkőre. Hát ez ilyen hagyományos elgondolás, hogy most ott terpezve, és akkor mi van, ha beülsz egy osztrák szaunába, ott is mindenki mesztelen. 5-10 perc múlva tökre elfogadod. Tehát, hogy abszolút rájössz. Ráadásul ugye te fürdőruhában vagy. Tehát, hogy... Úgy meg igen. Ja. Nem, voltunk most ugye Salzburg mellett síelni, és hát ott elmentünk ilyen fürdőbe. Tehát, ugye hát az osztrákok azok tehát nagyon durván bejöttek oroszok fürdőruhába, egy 8 osztrák vetődött rájuk. És addig grüzgottoltak, meg mutogattak a kiárat felé, míg elüldözték őket a szaunából. Mert nem lehetsz. Bejött egy pali, 20-30 éves srác, tök mesztelenül öntött a szaunára, és levezetett egy ilyen szaunaszertartást, tudod, ilyen kis legyezővel így a feje fölött, egy kis törölközővel össze-vissza mesztelenül. És egy idő után úgy tényleg furán nézel arra, aki ruha van. Tehát van benne egy ilyen felszabadító. Jó, de az osztrák kolléga azért a Lukát mégse tolja az orroda. Miért az mennyivel jobb, hogy fölül a papper veled szembe a padra, a 80 fokos szaunába, dob egy terpeszt, érted? Kicsit megvakarja a zacsit, hátradől és elkezd olvasni. Hát tulajdonképpen nincs nagy különbség. Nem lehet, hogy ez a tradicionális osztrák-orosz ellentét? Tehát, hogy ez a izéra. Ez Galíciáért, ez Bécs-ostromáért. Nem, én mondtam a barátomnak, aki mondtam, figyeld meg, 2 percen belül balhé lesz. De erre, mondom, figyeld meg. Bejöttek az oroszok, leültek a hülye úszó sapkába. Bejön a szaunába a úszó sapkába. Alatt van a haja. De hogy így miért? Tudod, az jó, párolok belőle ki a cucc, nagyon egészséges. Nyakig fölöltözve egy részes fürdőruha, bejön az orosz nagy aranyaklánc, fecske fürdőruha, leülnek. A szinték békésen szaunáznak. Már látom az egyik osztrák bögdösi, már mondom, figyelj, ez 2 perc van. Egy 100 kilós nő fölpattan, tök mesztelenül. És elkezdett velük, hogy fürdőruha, persze németül a hülye orosz, meg ugye semmit nem vágott az egészből, tehát nem értette, mit akarnak neki mutogatni. És nagyon összevesztek, és talán 8 ember ordított azzal a kettővel, hogy menjenek. Szegények, hát most miért kell bántani? És egy idő után jó volt mesztelennek lenni, tehát én értem ezt a mesztelenfény, és mi mesztelenek összetartottunk ott. Elmartuk a ruhásokat. És a végén már én is beszálltam a mutogatásba, hogy menjen ki. Sőt, oda mentél és letépted az oroszról. A sapkát. Nem érted. Tavarisi, konyec. Davaj. Érted? És van benne valami jó, hogy ott úgy kicsit mindenki egyenlő, nem zavar a zacsi, meg a zsák, meg a mell, meg semmi, hanem ott úgy elvagytok. És én ezért értem ezt a mesztelen falmászást, mert vagy egyenlőbb leszel a másikkal. Hát igen. Igen. Tehát úgy hirtelen úgy összeköt benneteket valami, maga a mesztelenség. Igen, csak mondjuk a szaunában tényleg úgy szakad rólad a víz, de úgy lefelé, meg úgy nem a másikra. Hát érted, ott fönt csöpög valami. Meg ott mindenki mesztelen, de itt például mondjuk a tartó embered, bár ennek nem volt, mert az ilyen szabad bánszás. Az úgy lenne jó, igen, pedig. Ugye? Igen. Hát ő is eredetileg biztosító emberrel kezdte, csak aztán lemorzsolódott. Volt, aki bevállalja. Szóval igen, az úgy lenne jó, hogy mindenki az. És utána kirohantatok a hóba? A szaunázás után? Vagy... Hát ez picit tovább gondolod, hogy dobál, hogy... Miért? Ja, hogy utána is vidáman meg hát dobáljuk egy mesztele hógolyozáson? Finneknél, oroszoknál az van, hogy ülsz ki, belefetrengesz a hóba, vagy beleugrasz a jeges Dnyeperbe, vagy mit én mibe. Ugye? Igen. És igen. Akkor utána visszamész. Hát igen. Az osztrákok ezt nem csinálják? Nem. De volt kiárat a medencéből, vagy a szaunából a künti részbe. Na. Csak mi kijöttünk, és felfedeztük, hogy van csúszda, és akkor innentől kezdve már nyilván arra ment a dolog, hogy ki tud úgy lecsúszni a másik után. Egy ilyen nagy úszoda volt ott a szauna mellett, hogy piros lámpával indít a csúszda. Tud, zöld lámpa, csúszol, piros, és akkor újra zöld. Van ilyen. Hát persze. Tényleg? A nagy csúszdáknál ilyen. Hozzá vagyok szokva ezekhez a régi dolgokhoz. Ja, figyelj, egy kicsi osztrák városka, Celemzé, nem egy nagy város. Ott a tó mellett. Úszoda? Úszoda mellett csúszdapark, a csúszdapark melletti jégpálya, azon éppen hokiedzés, és egy 20 000-es kis városkáról beszélünk. Olyan fürdő, hogy van ilyen karóra, adnak karórát. Karórára eszel iszol a fürdőben. Fölmegyünk csúszdázni,
beül a haverom a csúszdába, elindul, persze meg se várom, míg zöld legyen a lámpa, megrántom, ül ki, jövök, üvöltök a csúszdába, utána tudod, igazi. Zöld volt? Nekem zöld. És az, hogy a csúszda végén, ha belassulsz, akkor ugye, ha nem szállsz ki azonnal, aki jön hátulról, beléd vágódik, ha nem várja meg a lámpát. Meg üvöltetem, szállj ki, itt jövök mögötted. Ettünk a karórára, leesett az óra. Mi történt? Elhagytam az órát. Mit csinál? Nem is ellennél. Igen, nem is ellen, elhagytam az órát. Tudod, szekrény órával záródik, azon van a törölközőkért, azon iszol egy kávét, mindent órára ütnek az órára. Elhagyod a kávét, vagy elhagyod az órát, na mondom, figyelj ide, itt kauciót kell fizetni, itt mondom, végig. A kocsi kulcsa, izében sose kapod vissza. Sose nyitják ki a szekrény, biztos az lesz, hogy mi direkt ittunk számlára, és elhagytuk. Oda mondjuk a pénztárhoz, mondom, hogy ne haragudj, hogy elhagytuk az órát, tessék segíteni kitni a szekrényt. Szóljunk az úszómesternek. Hány a szekrény volt? Mondom, hát a 126-os. Mondja, jellemezem a szekrényt. Leírom, hogy mi van benne. A szekrény az egy tároló. Igen, a szekrény az egy olyan tároló, ami előtt állunk éppen. Mondom, van benne egy pár cipő, egy lila pulóver. Kinyitja, oké. Hát mondom, figyeld meg, ez most még csak így a vetítés. Mondom, hogy ha kimegyünk, akkor ott kell az órát leadni, 5000 forintnak megfelelő összeg, kávé, üdítő, mindent ki fogok nyomozni. Megyünk a kijárathoz, mondom, hogy elhagytuk az órát. Jön ő, semmi baj, hozott egy ilyen kiengedő órát, megfogta, kiengedett viszontlátásra. De nem fizette. Nem az a lényeg, hogy nem fizette, mert belépőd, de befizetted. Hogy ne lenne az a lényeg? Nem ismerik azt, hogy te iszol, eszel bent az étteremben. És direkt veszíted el az órádat. Semmi, meg nem állítottak. Azt mondták, hogy elnézést, persze, bocsánat, kinyitottak és elmentünk. Semmi. Itt mi történne, ugye? Egyrészt a magyar kitalálná, hogy akkor együnk, igyunk, majd hagyjuk el az órát, igen, bár ugye ott van egy kaució, vagy aztán, hogy óra elhagyás esetén 15000 forintot fizessél. De ez nem volt. Igen, mert ott nem szokás, tehát nem szokás. Is jut eszébe ez, hogy te direkt csináltad. Mondom, hát de hülye vagy, mondom, látod, mondom már, de hülyék vagy, mondom, akkor meg ehettünk volna egy vacsorát is, mondom, itt benne az utcodában. Ja. Utána. Csak van benne pezsgő. Igen, kérsz egy pezsgőt, tehát, hogy nem. Nincs az, hogy direkt elhagyod. Nem is jutott eszébe, hogy akkor ott legyen kaució az óra elhagyása. Semmi. Pedig lehetett volna rajta 3 vacsora, 4 törölköző, 5 szolárium, bármi. És elhagysz egy olyan órát, ami van 20000, 30000 megterhelni való össze. Hát a vagy B-variáció, láttok benneteket csúszdázni, és örültek már, hogy elhúztak a francba. Magyarok elmentek. Nézd a prosztó hülye magyar. Hagyjatok, ne fizetesetek ki, hogy semmi, csak húzzanak már innen. Üldözi a barátját a csúszdába, tudod, a 6 éves gyerekek csúszkáltak egyébként, a 240 éves. Szóval, hogy, és így meglepődtem, és azt gondoltam, hogy milyen jó, szóval, hogy mennyire más a gondolkodás, nem? Nem alakul ki az automatizmus a büfés néniben, mint nálunk, hogy úgyis lenyúlnak, úgyis, tehát oda kell figyelni, hanem azt mondja, hogy van ilyen. Hát most csúsztál egyet, kicsit nagyobb volt a becsapódási erő a kolléga hátán, ugye, mert egymás után jöttetek, leesett az óra, na bum, majd jössz holnap is, akkor majd fizetsz, és belefér nekik, tehát más. Igen, illetve itt, ha elhagyod az órádat, de nem ettél semmit, akkor ugye kauciót kell fizetni, tehát kvázi azonnal meg vagy vádolva, hogy te biztos azért hagytad el az órádat, ugye? Tehát egyik se jó, ha fizetsz, igen, ha elhagyod, akkor meg tehát nem tud vele jól kijönni. Hát meg a gyanú mindig rajtad. A gyanú mindig rajtad, mert a óra elhagyás esetén, vagy karperec, mondom, szállodák, bár elhagyás esetén fizessél 20000. Ott ilyen nincs. Kinyitották a szekrényt, és kiengedtek. Bármi lehetett volna. De ez tök jó mentalitás, nem? Hát nem ismerik most, ezt a fajta dolgot, hogy ingyen eszel az órádra, majd elhagyod az órádat. Jó, de a szlávokat meg kizavarják a szaunából. Jó, hát ugyanakkor meg persze az oroszokkal meg nem jönnek ki. Na mindegy, úgyhogy hógolyozás nem volt. Mesztelen hógolyozás. A szaunában nem kívül. Volt. Egy ilyen kirontás pedig jó lett volna. Olyasmi, mint mondjuk a Vörös Zsaruba volt, hogy kidőlt a fal is, és aztán az Arnoldék kimentek és hemperegtek ott mesztelenül Mr. Olympia testekkel. Igen. De egyébként meg lehet csinálni, tehát ki lehet ülni. Tehát ha valakinek erre van igénye. Ők ilyen farönköket tesznek ki a szabadba, és akkor a szauna utáni ki tudsz ülni. Ez... Mi? Farönköt, tehát le tudsz ülni a hagyományos szaunát. Kimész, megemperegsz, mész vissza. Ők ott üldögélnek egy kint, szeretik. Egy kicsit szeretik, igen. Mert ő dörzsöl a háncs, tudod. Hallottam. Jó esik a dolog. Valamelyik nap láttam egyik ismeretterjesztő csatornán, csak a csúszdáról jut eszembe, a világ legnagyobb csúszdái című sorozatot. Azt, ha valaki bele tud futni, nézzétek. De megnézném. Következő helyzet, így fölkapaszkodsz egy olyan kb. 20 emelet magasra, az 60 méter, ahol egy mosolygó, színesbőrű fiatalember fogad, és kinyit neked egy kabinajtót, ami átlátszó az egyik oldala, és beállsz, és elmondja neked, hogy
Nagy szeretettel köszöntelek a világ leggyorsabb sebességű csúszdáján, ahol megtapasztalod a zuhanás élményét. Egyre kérlek szépen, a két karodat azt így szépen a tested mellett tartsd. Istenem. Nagyon örülök neked, hogy itt vagy velünk. Rácsukja az ajtót, és elkezd szivatni. Ott állsz, és ömlik rólad a víz, mert a csávó elkezd mókázni, ugyanis van egy 30 centi átmérőjű színes gomba falon, amit ha ő megnyom, akkor kezdődik a móka, és így elkezd kapkodni felé. És te be vagy szarva, mert azt hiszed, hogy kezdődik a... zuhan le aztán? Nem a kabin zuhan le, hanem a kabin alja kinyílik, és te zuhansz nem le. Nem hiszem te el. Te zuhansz le, elkezdesz zuhanni, de nem úgy szabad esésben el. A 60 méternek a felét leesed, 30-at, és ott kezdődik a móka, ugyanis akkor már akkora sebességed van, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, képtelen vagy megállni, ott már bejön a láda csúszda. Ha bejön a láda csúszda, ugye háton szépen leérkezel, fordít rajtad spirálban kettőt úgy, hogy nem, hogy fejjel lesz Amerikában. A de, Jézusom! De ott nem hiszed el, hogy milyeneket csinálnak. Embertelen. És hát tiszta para vagy, mert ugye a színesbőrű férfi az azért van ott, hogy vicceljen. De jó, úristen! 30 méter zuhansz, beleesel a nagy spirálba, és olyan sebességgel mész, mint az állat, utána még fordít négyet, és a végén pedig úgy esel be a medencébe, hogy nem egy kőfejtőbe. Mint a Bibliában ketté választod a vizet, így 30 méteren keresztül. Ja, úgy fékeznek le. Olyan sebességgel mész. És ott van egy ilyen fékezés szakasz a végén. Irtózat. Én az összes ilyen csúszdaparkot imádom. Most láttam egy olyan kamikázét, ami nem semmi más, mint hogy fölmész 40 méter, és szinte függőleges a csúszda. Ugye befekszel, de állva csúszol úgy, hogy kimegy alólad a csúszda, és nem érzed, hogy tehát olyan, mintha zuhannál lefelé, ez még durvább akkor, és a végén egyszer csak megfog a csúszda. Aha. De sima kamikáze. És ez Amerikában van? Amerikában. Hát ott szeretik az ilyen jellegű mókákat. Én az összes ilyen csúszdaparkot mindig kipróbálom, imádom. Spanyolországban van nagyon jó, Olaszországban van nagyon jó, de ilyet még nem hallottam, hogy leszakad alatta. Két oldalra kinyílik az alja, és elkezd zuhanni. Nagyon és jó. Ugye egy csomó ideig meg ott áldogálsz, meg a csávó direkt azért van, hogy szórakozom veled. Isten. Hát embertelen. Én hullámvasút és csúszdaőrült vagyok. Tehát bárhol megyek, ha van, azonnal. Tehát ez a kettő, ez őrületesen jó. A Mátrában van egy ilyen szabadeséses hinta, én azt imádom. Az egy konkrétan egy kőfejtőben van. Ott felmész, kétszemélyes, van egyébként egyszemélyes változat is. Kétszemélyes, beülsz a gyerekkel hanyat, be a izébe, gyakorlatilag fekszetek a hátatokon, aha, srác ott áll, goodbye. Meghúz egy kart, hú, és leesel. Lezuhansz, és gyakorlatilag ott is ugye van egy pont, amikor megfog a drót, de csak és lefelé akkor esel? De lefelé esel, aha, igen, akkor amikor megfog a drót, akkor pedig szépen ívben a felszín fölött átsiklasz, szépen gyakorlatilag szemben van veled a talaj, utána pedig vissza, de az a pillanat, amikor eltűnik, és hallod is, és olyan iszonyatos súlya van, nyilván ez egy ilyen nagyon komoly vas szerkezet, és akkor bent ültök, és akkor egy hanyat. Egyszer élveztem, a gyerek háromszor. Neki nagyon tetszett. Én a másodiktól már nem annyira, a harmadiknál még szintén, aha, a virág pedig még ment volna. De az első jó eset, kifejezetten jó volt? Figyelj, nagyon nagy volt. Nagyon nagy volt. Főleg azt tényleg, hogy hanyat vagy benne. Aha. Hanyat vagy, és egy pillanat alatt egyszerűen eltűnik minden így. Súly. És tudod, ott is ugyanez van, mint ahogy mondtad csúsznál, hogy nem tudod. Srác odaáll, tudod, még egy kicsit dumálgat, és akkor aranyos. Persze a mondatot sem fejezi be igazából, hanem már mondat közben. És elszáll. Azt a pillanatot gyűlölöm ezeknél, amikor megfordul a dolog, tehát itt ugye leesel, és egy idő után jössz vissza, a gyomrod meg még megy tovább. Igen. Gyűlölöm. Imádom. Nem lehet. Az összes ilyet. Hú, nagyon szeretem. Azt hívják, hogy Szlovéniában is van egy ilyen csúszda. Ez az ejtős? Szabad esés, ez hát aha, szerintem az ejtős az nincsen, hanem a szabad eséses kamikáze, amikor aha, kimegy alólad annyira meredek. Van róla a videó YouTube-on, mindjárt megkeressem, megnézem. Jól van, játékkal hogy állunk? 3-0? Elég jól. Miénk a hét? Miénk a hét? Húztuk, hoztuk, bevettük, megnyertük. Megcsináltuk, szétszettünk. Hát akkor egy két levezető játék, nem? Persze. Fél gőzzel valami. Így van. Kapirgáljuk. De nyerjük mind a kettőt. Jó, igen, de olyan kis nyugisan. Jó, lehet jelentkezni játékra SMS-ben, jó? Egészen nyugodtan írjatok. Fél hét van, jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel hello mindenkinek. Miskolc, brutál köd, csúszós az út, és a metrónál tűzoltó meg polisz. Már helyszínen Oli küldte nekünk, Szél Kálmán téren nem működnek a forgalmi irányító lámpák, DL üzeni, és hát tulajdonképpen egyelőre ennyi. Na, hogy is van akkor? 3-0? 3-0 ide. Igen. 3-0-ra megyünk, vagyis van két bármilyen játékunk. Két mindegy. Két mindegy játékunk, nem? Ha hozzuk.
ha nem hozzuk, nincs nagy baj, meg vagyunk a hétre. Tegyük meg mindent. Igen, küzdjünk? A győzelemért. Én azt mondom, hogy igen. Célozzuk meg az 5-0-át? Legyen. Ne adjuk el, az nem szép, ugye? Nem. Ha, csak úgy azért, mert most mi már megtehetjük, adunk egy játékot. Ez nem jó. Ez nem venné jól ki magát, szerintem a hallgatóknak se esne jól, hogyha csak így elengednénk az egész, és azt éreznék, hogy nekik tök mindegy. Nem mindegy. Igen, ha csak ők úgy nyertek, tudod. Mindenféle ellenállás nélkül. Na jó, van, megnézzük ki a ma reggeli játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Csaba vagyok Miskolcról. Szia! Hello! Csaba, mi újság, mit csinálsz? Én már dolgozom. Tényleg? Ilyen korán? Na. Mi még nem. Korán. Korán jön. Muszáj volt korán érkeznem, igen. Mondjad? Muszáj volt korán érkeznem, ja. Hál' Istennek bőven akar munka. Aha, csak olyan rosszul hallak. És mit csinálsz? Én egy ilyen kis családi vállalkozás keretén belül akváriumokat gyártok. Akváriumokat? Ez jó, az ritkán hal ilyet az ember. Ritkán hal? Mi? Ritkán hal, igen, ilyet az ember. Hány literes akváriumokat csináltok? Nagyokat? Hát egyedi igény szerint nagyokat is, gyakorlatilag amit nagyobb tömegbe készülnek, azok kisebbek, ilyen 50 literi. Uh-huh. Hát az nem nagy. Aha. Jól van, oké. Kivel szeretné játszani? Én meg Janit szeretném választani. Janit szeretnéd választani, jól van. Hát te harcos jó van. Küzdeni okay. Akarsz a negyedik pontunkért. Úgy a küzdés ellenében. Küzdjél akkor csak, te mondtad, hogy ne adjuk föl. Na úgyhogy ezt most... Szerintem eresszük el, mert úgyis megnyertük ezt a hetet. Persze. Na jó, van, mehetünk? Mehetünk. Jó, akkor tessék, 3-2-1 és hajrá. Szia, Jani. Engedem, hogy magamhoz ragadjam a kezdeményezést. Parancsolj, szeretnék kérdezni? Szeretnék. Egy olyan játékot szeretnék játszani, amit azt hiszem a játék története során még úgy gondolom senki sem játszott. Biztos vagy ebben? Olyan, úgy gondolom, megpróbálnám ezt a egy percet, gyakorlatilag egy úgy végigbeszélni ilyen kamikázi módon. Ahogy mondod, arra kérlek János, légy velem nagy gondolom, jó? Nektek ez a hét az megvan. Dölj hátra, tedd fel a lábad az asztalra. Oké. Okay. Jó, kényelmesen elhelyezkedtem, te is kényelmesen ülsz? Abszolút, én majd tartom a frontot, jó? Jó, oké. Na, az akváriumok meg megvárnak. Természetesen. Jó, parancsolj. Azt gondolják egyébként, ez nagyon egyszerű dolog, így egyik percet végigbeszélni, de kicsit valaki mögé gondol, akkor rájön, hogy ez igazából meglehetősen nagy figyelmet igényel. Gyakoroltál? Hát azért próbáltam. Tehát régóta hallgatom. De így egyedül szólóztál? Természetesen, persze. Játszótársam nincs, tudod, hát most... Játszótársam mond akarta lenni, mondhatnám ezt is, de... Jézus, már jó. Figyelj, meg vagyunk. Már is? Már is, bizony. Meg vagyunk, igen. Gondoltam, ne legyek passzív. Az nem voltál. Viszont nem, nagyon ügyes voltál. Nem volt rossz stratégia. Figyelj, nagyon rendben volt. És egyébként meg ezt jól tolod ezt a játékot, azt lehetett hallani. Ugye Jani megpróbált bezavarni. És akkor azért jó kijöttél belőle. Ott a nemek felé elindultál. Igen, ügyesen kerülgetted a csapdákat. Vagy. Jánosnak nem sok babért termett, igen. Megpróbáltam. Köszönöm szépen. Jó, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Nagyon köszönöm, minden jót nektek. Hello, ciao. Neked is, szia. Hello. Hát, fi, nagyon ügyesen tudtam. Gyorsan mellettünk engedve. Jó, már oké, megnyertesz el azt kell. Jó, hát ennyi. Mondjuk igaz, mit beszélgessen ezután. Na. Jaj. Akkor így 3-1. Na jó, hát ez mi semmi. Persze, de egyébként meg tök jó volt hallgatni, hogy végre valaki úgy készül neked a dolognak, hogy van egy igazi taktikája. És aztán nem mellett a taktika mellett, ő végig is halad, és be is húzta a csomagot. Gratulálunk a miskolci akvaristáknak. Így, Suzanne men. Igen. Lesz ma közlekedési baleset tömeg? Jön az eső, honos eső, nem nézte valaki? Tegnap nálunk az Árpád híd budai hídfőjénél volt egy olyan, kivittek valami ízű villanyoszlopot, délután 3-kor, és este 8-ig állt teljesen, és amikor a körút nem működik, akkor felénk jönnek ott a kis utcákon keresztül, és néztem az ablakon keresztül, volt egy arc, aki negyed órán keresztül nem tudott kijönni az utcánkból, negyed órán. Hát de milyen utca ez, vagy mi volt, csak végig kell menni? Vagy? Ha jössz a körúton a Pesten, Buda felé, a
az Árpád híd felé, akkor ott felénk szoktak kerülni ilyen kis utcán keresztül, akkor kijönnek egy nagyobb mellékútra, és ott a mi kis utcánkból egy negyed órán keresztül nem engedték ki az arcot. Már komolyan gondoltam, lemegyek, így megállítom a forgalmat, hogy tesó gyerek ki, mert elfogy az üzemanyagod, és át kell szállnod valahova. Embertelen volt a dolog. Ez miért volna tényleg lemész irányítani? Igen, kicsit ilyen ízében. Elnézést. Gyere. Jó. Itt vagyok. És kicsit a táncolós rendőr amcsiban divat, hogy eljátsszák, hogy ki merre mehet. Óriás katasztrófa. És ma még ugye várható ilyen ónos eső. Hát ma már inkább eső, ma már olyan nagyon nagy hó nem lesz, igen. Az ónos eső az elég rossz. De most a kis utcákban nagyon kell azért vigyázni, én is kifelé jövet, így csúszkáltam azért elég rendesen, nem mindenhol van letakarítva, az ilyen rá is fagyott rendesen, úgyhogy tényleg mindenki nagyon óvatosan. Te nem szöges cipőbe jössz ilyenkor? Nem a mászócipődbe, vagy nem? Nem, hát kézzel szortam ki, mondom, a kazáns halakot, és ezért kézen állva jöttem végig, mert az jobban tapad. Na, az tök jó. Jól van. 310 az euró, gyerekek. Aha. Mert az... minden rendben van. Én hallgattam tegnap, illetve néztem tegnap az élő közvetítést Matolcsi Györgynek. Gyuri bácsi beszélt. A beszédéről, és hát őt mert tapasztaltam, illetve olvastam, hogy minden rendben van. Ez egy 302 volt, 303. 309-re beszakad, akinek most megint eurós törlesztő részlete van. Tegnap meg is nézettem a svájci frankot Jánossal. A frank az nagyon megindult, igen, sajnos. Az is jól áll, úgyhogy minden eddignél erősebb törlesztő részletek várhatók. Tényleg? Hát, hogy tudod, ez ilyen érdekes dolog. Én ezt egyszer ki akartam deríteni, hogy milyen árfolyamon számolják. Mert egy hónap alatt van, az euró is ugye 302, 310, 295, tehát változhat a dolog egy hónap alatt, és hogy nekem olyan érdekesen, mikor kijön, akkor mindig a legnagyobban van számolva, hogy arra van valami belső policy a bankoknál, vajon? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem úgy van, hogy a pénztárforduló napján, ami a euró van? Tehát ha neked a 28-án van a számlazárás, hogy akkor az aznap. Vagy vannak egy közepet? Tehát ha volt abban a hónapban 302 meg 310, ugye most nem svájci frank az euró, akkor 306 körül küldik meg. Neked szerintem az árás napján számít. Igen. Nem, most átfogalmam, nekem is volt autós törlesztő részletem, nekem eurós volt, hál' Isten nincs, de azt hiszem, ott mindig az volt, hogy a törlesztő napján esedékes euró árfolyam. Aha. Ott küldik el éppen neked. Igen, de ezt valaki azért... úgyis tudja, jobban megírják majd. Persze, hát ezt egy egyszerű átlaghalandónak elég nehéz visszagombolítani ezt a sztorit. Szerintem inkább azt kutassátok, hogy a férjegyukakon keresztül lehet-e utazni az időben. Egyszerűbb, mi? Azt egyszerűbb. Egyébként 252,88 svájci frank. Az is megdöbbentő, meg az angol font, 270. Igen, de az nekünk annyira. Vagy 3. 3. Az. Azért az... Ha 270 veszek. Igen. Aha. Sokat. 370, volt igen, 340 is. Ha 270, akkor már nagy a baj, akkor már ne vegyük. Az nagyon kemény. Na jó, van 3 perc, pontosan 7 óra közlekedési híreket várunk, akinek van friss, vagy lát valamit, hall valamit, írjon nekünk nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, csütörtök van. Igen, hát nem tudok most erről nagyon más mondani, nem? Csütörtök van. Még nem dolgoztat föl, mert te még úgy nem jöttél be, hogy ma szerda van. Igen, én szerdai. Ma szerdai Balázs van itt, és át kell állnom a csütörtöki Balázsra. Egész már más. Érzed, vagy még nem érzed a pénteknek a húzását, ahogy ellenállhatatlanul vonz magához? Szippant befelé, mint a lefolyó a vizet. Ahogy így magához húz, igen, és beszippant. Figyelj, ott vagyunk az üstökös csóvájában. Nekem minden nap hétvége, úgyhogy. Jó. Kért, te mindig jól érzem magam. Hétvége vasárnap, te hangulat. Minden nap. A lelked mindig fel van ékszerezve, minden reggel. Minden reggel feldíszítem magam, úgyhogy szinte mindegy, milyen nap van. Defektes kamion vesztegelve a leállósában az M5-ös Ócsai kiárója után Szeged felé a gumi zsiráf küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Többen hallgattak, vagy belehallottak a játékba egy nemet, de... nem mondta ki, Solyomszem meghallgatta, és nem mondta ki. Azt lehet, hogy annak hallottátok, hogy nektek ez már megvan. Vagy nektek ez a hét már megvan, és akkor ott valaki esetleg nemet hallott, de Csabi nem mondta ki a nemet. Bármennyi is szerettük volna, nem mondta ki. Mi annyira nem is szerettük volna most. De igen, most nekünk már mindegy volt, hát most lehetünk nagyvonalúak. De ennek ellenére visszahallgattuk, és nem mondta ki. M30-as hatalmas köd végig látható távolság. Azt mondja, hogy az csak 50 méter, amúgy nyugis és tiszta, ezt Petya küldte nekünk. Nagyon vigyázzanak, akik Török Bálintról Ért felé közlekednek, egy idős nő gyalogol és közlekedik az út szélén. Csak én raktam ki, anyósom, ne vegyek fel senki.
Életveszélyes a banya. Senki ne sajnálja, meg senki ne vegye föl. Az M1-esen Pestről Győr irányában jól járható, száraz az út, a forgalom gyenge és hatóság mentes, ezt kamionos Gábor küldte nekünk. Igen, néhányan megírtátok, hogy passzív volt a Jani. Hát sok lehetősége hát nem igen. volt szegélynek. Most. Igen. Megnéztem ezt a Wet n Wild csúszda parkot, az Orlandóban van, amit te mondasz egyébként, Florida. Hát szerény kis komplexumokat építettek. Építettek oda csúszda névvel. Hihetetlen. A kamikázi csúszda, a szabadesés csúszda, a megpördülő csúszda, a híd döbbenet. De tényleg. El kéne menni Orlandóba, gyerekek. Universal Parkot, Orlandó. Hmm. Én voltam már Miami-ban, Orlandóban nem tudtuk akkor fölmenni. Állítólag elég jó. Ott van a SeaWorld, ugye a hatalmas nagy vízivilág. Nem? Azért egyszer. Hát. Jó lenne azt megnézni. De ott még nem jártam. Mondjátok már meg nekem, mi ez a smogriadó, de nem smogriadó, de tájékoztatjuk önöket arról, hogy még nincs smogriadó, majd 7 óra vagy fél 8 után hívjuk a levegő munkacsoportot, csak mondjanak erről két mondatot, de most engem tájékoztatnak arról, hogy még nincs smogriadó? Igen. Nem vagy arról... tájékoztatnak arról, hogy nem sokára tájékoztatnak majd, hogy lesz smogriadó? Vagy... Így van. De akkor az most még nem jelent semmit. Dehogy nem, hogy figyelj oda jobban a hírekre, ne csak a slendrián módon figyeld a kislányt, aki nálunk híreket olvas, mert lehet, hogy egyszer csak bejön és azt mondja, hogy na most akkor a párosok leteszik az autót a páros rendszámú. De akkor miért nem azt mondják, hogy figyelem, nem sokára smogriadó lesz? Mi ez a tájékoztatási riadó? Riadóztassalak benneteket, hogy figyeljetek, mert nem sokára tájékoztatás van, hogy ez micsoda pontosan? Ja, figyelj, ez az, amikor, ahogy hívják, amikor a térdelő rajtból felemelkednek az atléták. Aha! Mielőtt eldördül a startpisztoly. Na ez az a pillanat, ez a mostani pillanat. Tehát már feszültségekkel teli, ott már vannak a kiugrók. Minden idegszálladal koncentrálsz. És egyszer csak eldördül a pisztoly, és akkor bemondják, hogy a párosok maradnak. Nem, már matricát mondanak. Vagy már szín mondanak, ja, tudod, a kék, a piros, marad a fekete meg a zöld, mehet a piros meg a kék, akkor marad a kék is, marad a piros, és ha van minden színű rendszámod, akkor te folyamatosan közlekedhetsz. Azt a pillanatot, ami most van, azt a szavak nyelvére lefordítva úgy mondhatnak, hogy smogriadó. Yeah, vigyázz! Így, és akkor hát egy van vagy nincs jön utána. Aha, és akkor kitiltják a csúnya nagy barkacokat, meg a csúnya dácsiákat, meg a kis, mit tudom, Suzuki ezereseket, utána tiltják a nagyobbakat, ugye, mert a régi autók vannak ugye rossz színű matricával. Igen. A Trabant, Warburg, mit tudom én, nem. És akkor úgy megyünk egyre durvább matricák felé? Uh-huh. Majd fejlesz után megkérdezünk. Igen. De hát rossz Dacia nincsen, ugye? Csúnya van, de rossz nincs. Hát a régiek a esetben. Kérdezz előre a Renault. Kivisz a hátán kit. Hát nem tudom. Igen? Jó? Mindenkit leigáznak. Igen, de valahogy siker. Leuralták a német, a japán, az amerikai piacot? Igen. Nyomják mindent. De melyiket? A Duster-t vagy a Logan-t? Hát vagy jó, Duster, érted? Három, Emos. Csövön, kifér, minden van benne. Most... Hát a Duster szép autó, egyébként az Emron autó. Ez egy Dacia Logan, Jani, hát azért ez nem egy szép autó. Én nem is mondtam, hogy igen, szép, de... Azt mondta, hogy azért a pénzért jó. Mennyibe kerül egy új Dacia Logan? Nem tudom, de vegyünk egyet neked, vagy hogy... Tényleg? Nem akarsz egyet? Váltás autónak? Ennek a csomagtartójába betenni. 2.300.000 forinttól már van Dacia Logan. 7 személy, amit akarsz. Az a Duster, várja, Dacia Logan, az biztos, hogy nem 7 személy. A Logan, de az a nagy. Hmm. A Duster a terepjáró. Igen, a Logan az meg van kombiba is, meg simába is. Igen, és a kombi az azt hiszem 7-es. Hát igen. Nem tudom, hogy mennyire kell az márka hűnek lenni, hogy Dacia-t vegyél. Tehát azért szerintem pénztárca hűnek kell lenni, meg... Nem, hát erről már sokat beszéltünk. Hát van, aki megveszi az új Ladát. Az új Ladát 4 millió forintért. Ja, azt na most azért mindenféle extrával 3-8-ból megáll neked egy új Lada. 3-8-ból? 3-8, 4, megáll. Most nézem, megmondom neked. Tehát ha fölextrázod a Ladát, aha. Akkor az 4 millió forint. Aha. De és mik benne az extrák? Tehát van már lehet ilyet kérni, hogy ez az a fajta légkondi, ami ilyen hőfok kijelzős, és akkor két zónás, ilyen klímát lehet mondjuk két zónás. Persze, egy csomó mindent bele tudsz már. Egy csomó mindent bele tudsz már kérni. Uh-huh. Hogyne? Figyelj. Tehát, hogy... És mi? A Lada Samara, vagy a 2105? Nem tudom, melyik Lada, de azt tudom, hogy ha fölmész az a használt autóra, akkor ott 3-3,5 millió forintért látsz ladákat.
Na most azért 3,5 millió forintért ladát venni, ahhoz azért szerintem bátorság kell, nem? 3,5 millió forintért megveszel egy S60-as márkahűség. Na azt mondom, hogy ahhoz azért már nagyon márkahűnek kell lenni. Évtizedeken keresztül vágyakoztunk annak idején egy ladára, egy pirosra, aztán persze nem piros lett, hanem sárga, de ettől függetlenül. És 5 év helyett 7 évre hozta a Merkur, de igen, akkor is. Hát ez nekünk is volt, ja, persze. Mi is egyébként arra vágyakoztunk, aztán nem lett belőle csak egy 1500-ös, csak. Bocsáss meg. 1500-ös? Bocsáss meg, amikor aztán beleraktunk 4 zsák kukoricát, akkor meg már örültünk neki. Hogy 1500-ös mi? Igen, meg hogy nem ért le a fara. Na mindegy. Megnézem nektek, mennyiért vannak. Akarsz nézzem, most ladát venni? Új ladát. Aha, Feri akar ladát. Most egyet venni. Én ladát szerint gondolkozom, komolyan. De nem, most de ladát néz. Nem. Most érted, azt mondod, hogy 3-8 év már lehet egy S60-as. Beszélj rá a Ferit a Volvót. Nem veszek ladát, volt ladánk sok, nekem elég. De a sok alatt mi? 2. 10-nél több vagy keres? De, 2 darab ladánk volt. Volt ladátok? Persze. Nekünk is volt. Homokszínű volt, nektek az, milyen színű az volt? Egyik, az egyik homokszínű, a másik az ilyen szürkés. Hú. Pedig mi is pirosra fizettünk, ám be. És más szín jött? Hát persze, nem volt. Oda még le kellett volna tenni valami 10-15 ezer forintot. Az alapozóig le volt kopva, vagy az miért volt szürkés? Sírújan vettük át a debreceni Merkur telepen. Apámmal bementünk Békés Csabára busszal, hajnalban, onnan busszal elmentünk Debrecenbe. Vállat cserélt a disznó. Vállat cserélt, hülye! Nem, oda a Merkur telepen nem kellett a disznó, oda a kes kellett. Egyébként lehet, hogy úgy lehetett volna pirosítani a ladát a disznóval. Biztos, hogy kiszínesedett volna. És akkor elmentünk érte, nem jött meg a piros, ilyen homokszínű volt, vagy szürke, és mondtuk, hogy mi pirosat kértünk, mondták, hogy az nincs, de ha van még 15 ezer, akkor van, vagy ja, 10 ezer, mondtuk, hogy nincs. Úgy, de ott hogy hátul talán van valami. És büszkén hazamentünk a ladával. De oly, nagyon jó volt. Egy melyik most az új lada? Nem Lada tudom. Nova, az az új? Nem a Niva, Lada Nova, az az új Lada? Hát az is egy 20 éves konstrukció. De az is már, igen, nem, az is egy új, az nem jó. Szerintem nincs új Lada. De van, mondom, és a múltkor elcsodálkoztam, láttam valami újságot, hogy valami, és mondom, extrákkal, mit tudom én, ez 3,6 millió forint. És gondolkoztam, hogy azért ahhoz nagyon bátornak kell. Nézzük meg, S60-as Volvót kapsz egy 5 éveset ezért a pénzért? Hát igen. Na, tehát van egy 5 éves autód, érted? Vagy van egy gyönyörű, zsírúj, 3 éves karival egy Lada. Bizony. Hát most gondolkozol? Egy Lada Grantád, egy Lada Largusod, vagy egy Lada Kalinád. Ja, ezek az újak? Figyelj, én nem bóckodok, fölmegyek a Lada.ru-ra. Hihetetlen, nincsenek árak mellette? Ne, hát ez a Lada.ru. Ez a Lada.ru. Én ezt nagyon szeretem, mikor valaki ennyire márkahű tényleg, hogy megvesz tényleg 3,5-4 millió forintért egy fölextrázott vadonatúj ladát. Tehát, hogy azért az... Aztán egyébként lehet, hogy meglepődnénk, ha kipróbálnak egyet. Vasz 2131 4x4-es. Melyik? Terep. Mennyi? Figyelj. És nem hogy csúnya, pont olyan, mint a tied. Mutasd? Egyébként pont. Az az új Niva, vagy ez melyik? Ez az új Niva. Igen. Megcsinálták az új Nivát. Megcsinálták a Lada Nivát 4 ajtósban. Te jó is. De ez körülbelül olyan a kaszni, mint hogyha egy nagyon tömböt, egy kőtömböt baltával faragtál volna meg. Egy picit ez benne van, de egyébként nem rossz. Jó, hát nem ezt az olaszos vonalat képviseli. De valószínűleg elmegy a Taigán. Egyébként meg igen. Ugye a Lada Nivának is ez volt a szerepe, hogy bárhol, amerre jártál, ott a 4x4-et bekapcsoltad, vagy nem tudom, lehetett-e kapcsolni, de átment mindenhol a Niva is. Tök igen, jó volt, vadászok használják. Megírták, hogy mi ez a tájékoztatási riadó, ugye, hogy a tájékoztatási riadó eltelte után lehet 24 órával csak berobbantani a smog riadót. Uh-huh. Tehát ugye ki kell adni először egy tájékoztatási riadót. Ha megtörtént a riadó, akkor arra 24 órára lehet korlátozni. Tehát olyan nincs olyan, hogy ma, mit tudom én, délután 2-től korlátozunk. Uh-huh. De arra a lakosságnak fel kell készülni. Aha. Tehát bekorlátozod, szólsz, hogy riadót rendelsz el nem sokára, van időt fölkészülni, mondjuk a fekete matricás, hogy addig átalakítod a napi struktúrádat, hogy hova mész, hogy hova nem jutsz már el az autóddal, és rá 24 órára bevezeted. Aha. Tehát tulajdonképpen ez a különbség. Tehát akkor, ez ezért fontos. Akkor tulajdonképpen most az előjátéknál tartunk. Igen, egy jó hosszú előjáték. Igen, te néztél már matricát, hogy milyen vagy? Fogalmam. Nem tudod?
Nincs, nekem régi autón van, úgyhogy biztos, hogy... Téged azonnal kilőnek? Ah, hát azonnal nem, de mondjuk a második körben biztos, hogy ne szerénk egy első körös leszel. Nem leszek első körös, nyugodjál meg, ez egy tökéletes konstrukció, gyönyörű. Persze, szépnek szép, csak mi jön ki a hátulján. Szexi, és ez jó motoros már. De az mit jelent? Már csak 4 kiló? Megy. Ja, hogy már, ja, ugye? 4 kiló per kilométer széndioxid kibocsátása van. Hagyjál már. De neked mi a matriz, a fekete két halál fejjel? Igen, igen, hogyha aki mögöttem vagy, kap be, ha úgy hívnak, hogy... Fekete matriz, áthúzva két halál fej, egy ilyen Biohazard jel, meg egy poisonos üveg, tudod, mindez egy felkiáltó jellel és a matricával. Na őszintén, tényleg nem nézted? Nem néztem. Nem. A hírek alatt kimegyek. Izgulok, nehogy kilőjék az Ferének egyébként, mi lesz velem? Tökre nem probléma a dolog, mert igazából neki ez nem távolság. Érted? Tehát itt is most a közlekedési múzeum meg a Népliget közötti távolságot szerintem simán megteszed reggel is 20 perc alatt. Annyival ez nem vagy bejebb. Most leteszed az autót, a szokott parkolóhelyen, ugye, ahol nem bántják a közlekedési múzeum előtt. Aha. Érted? Csak szedjél rá belépőjegyet. Borsó rohadék vagy, és majd már tudom a tavaszi turnén ott fog bevásárlás, sírni, hogy lenyitott tetővel jöhess velem. Én nem élvezem a kabrió hatást egyébként, mert olyan mélyen ülök, hogy nem szirogatja az arcomat a szél. Meg nincs hajad, amiben de a nap az szirogatja. Pont a kesztyűtartóval van egy vonalban a szemem. Jó, ugye. Van, okay. Figyelj, ha leállsz a közlekedési múzeum előtt, húzzál egy kordont, szedjél egyet. Szerintem megvan a benyakim. Igen, mint a csoda. Tehát, hogy csak ez lesz a felirat, hogy a csoda. Igen, tehát a csoda 47-es mozdony. Hol parkoltál ott, ahol a csődület. Hát, igen, mert ez olyan ez szép értet, hogy körbeállják, tudod? Ennyi. Odaállnak és gyönyörködnek benne. Tehát nem egy baltával faragott brit vacakba ülök bele, hanem egy gyönyörbe, egy csodába, a szeretetbe magába. Nem tudom, kinek nem indult. Egy kis Itália. Négy karikás. Egy mini Itália. Mert igen. Túl van biztosítva. Ja, persze. Nyilván. Figyeljetek, számoljuk már ki azt, hogy hogy most a Lada igen. Az önmagához képest olcsóbb lett, vagy drágább lett? Aha, jó. Hirdetnek náluk? Nem. Ha nem, akkor esünk. Nem, egy rövid matematikai képletet szeretnék levezetni, hogy mennyibe kerül most egy Lada? Mennyibe került régen? Mennyi volt régen egy Lada? Mennyibe került? Mondjuk, amikor a Merkurban várnod kellett rá, akkor volt mondjuk 80 000 forint. Akkor az nagyon nagy pénz volt. És volt neked akkor 15 000 forintos fizetésed. Jó, akkor legyen 10 000. 10 000 forintos fizetésed volt, nem? Vagy 5-7. Tehát az azt jelenti, hogy egy fizetésedből, ha el tudtál rakni mondjuk 2 000 forintot, hát nem, most akkor mennyi ideig spóroltál rá, és ahhoz képest most mennyi egy Lada, hogy egy átlag fizetésből mennyi idő alatt tudod megvenni? Értitek, hát mit akarok? Tehát, hogy a Lada olcsóbb lett 30 év alatt, vagy a Lada ugyanúgy tartja az árát, és ugyanannyival megnőtt, mint amennyivel nőttek a fizetések. De drágább lett, mert ma a mai átlag fizetésből nem tudsz elrakni egy fillért se. Az oké, de most nézzük meg. Számoljuk, hogy 5000-es fizetésből hány havi fizetést kellett úgy összerakni, hogy nem nyúltál a pénzed. Tehát mondjuk legyen egy Lada akkori árán 80 000 forint, kb. 70-80 000 forintba került egy Lada. Te elraktál mondjuk 2 000 forintot, az azt jelenti, hogy egy évben te megspóroltál 24 000 forintot, tehát a 80 000 forinthoz kellett várnod. Hát három is. Három is. Mondjuk legyen négy év. Négy év alatt tudtad összespórolni. Plusz a kamat. Plusz a kamat. Milyen kamat? Hát a jó, hát az nem, akkor az még nem volt. De, hogy nem, hát akkor több volt, mint most. Igen. Most a nullával egyenlő szinte. Tehát akkor 5 év alatt jött össze egy Lada, igen. Ugye? Most mennyibe kerül egy Lada? Uh-huh. De 3 millió forint? Hát nézzünk hármat. Nézzük meg, hogy egy ilyen alapmodell. Hát három na. Biztos van, nem? Nekem a Lada baráti kört dobja ki elsőre. Na? Számolja 3 millió. Akkor 2 számolja, legyünk nagy lelkűek. Legyünk nagy lelkűek, 2 millió. Az átlag fizetés az mondjuk... Nem látod az árakat? Figyelj, elhiszitek, hogy mindenféle rajongói klubok jönnek elő, és nem találok már a kereskedőt. Nincs képviselet Magyarországon. De felmész a használt autóra, meg tudsz nézni a doladákat, csak annyi Lada típus, hogy én sem találtam egy normálisat. Tehát most mondjuk elraksz, mondjuk mennyit raksz el? Rakjál el 50 000 forintot, egy havi 150 000 forintos átlagkér, 200 000-ből mondjuk. Aha. Nagyon kell a kocsi. Jó, nyilván nem 50, tudsz annyit elrakni. Igen, elteszel 50 000-et, az egy év alatt 600 000 forint. És spórolnod kell akkor a 3 millió forintra hát 5 évet. Aha.
Ugyanott, értéktartó a Lada. Tehát a Lada értéktartó. Igen. Négy évet kellett spórolni rá 70-es években, most 5 év. Akkor nem, akkor növekedett. Mert most kicsit növekedett az értéke. Igen. Hát igen, figyeljetek, én azt nézem, hogy gondolkodjunk alapvetően egy első autóba valakinek. Tehát, hogy az meg ugye nem baj, ha nagyon olcsó, 165 ezerért találtam egy 1003-ast. 97. De most nem arra gondoltam, igen. Megnézem neked, hogy hát, ha árulnak Magyarországon. Jó, nem akarok venni egyébként. Nem ér? Igen. Balázs vadda, hogy minden egyes ladaszóért virítják neked a lóvét. Persze, tegnap szerződött a Lada gyár. A Putyin. A Putyinék rubelbe utalnak nekem egy nagyon komoly készpénzösséget. És egy tartály gázt is kap majd. Na jó van. Mit találtál? Hát semmit. Nincs új Lada, gyerekek. 2012-től rá... De van. Viszont az mekkora értéknövekedés, hogy te megvetted a Ladát. 1980-ban betoltad a garázsba, bele se szálltál, és most több millió forintért tudod oldtimer autóként eladni. Tehát most egy jó állapotú oldtimer Lada, amin csillivilli, senki nem használta, van benne mondjuk 10.000 kilométer, az effektíven mondjuk ér 2 millió forintot. Tehát befektetésnek viszont óriási, mert ahhoz hozzá se kellett nyúlnod. A oldtimerekről felét kérdezni. Lada Niva. Lada Niva 2014 első havi. Igen. Tehát most 3.250.000 forint. Jó, de az a nagy Niva, az a Jeep, az a Jeep, az a, ugye az a, amivel a vadászok járnak, az a, tehát az picit más. Lada Niva, csak az van újban. Tényleg, te igényelted már az OTR-en számot? Vagy ne, mert akkor már nem kell kötelező fizetned. Még van egy 20 év hozzá egyébként. Ja, fennébe, azt hittem, hogy már lassan jaj. Jár. Mert akkor tudod, hogy nincs kötelező biztosítás, meg ilyenek. Akkor persze, csomó kedvezményt igénybe tudsz venni. Azért van ez. Nem azért, mert szeretem, hanem mert én... Ahogy nézegettem a forgalmat, hogy 2015 is megvan az oldtimer, úgyhogy... Nem, még azért, még azt mondom, még egyszer egy 15 év, hogy meglegyen, tehát még ráérünk. Én viszont szeretek belülni az autómba, egyesekkel ellentétben. Nekem ezzel nincs bajom, én kedvelem, szeretem. Szerintem van egy íze hangulat annak, hogy az ember mondjuk nem garázsba áll, hanem egy tárlóban. Ugye? És minden nap örülsz, hogy beindul, tudom én. Na azt hírek, hogy Bali, most vettem egy Alfát 3007-ért, de csak azért annyiért, mert annyi benya volt benne. Ja. Azt mondják egyébként, hogy rád nem vonatkozik a smogriadó, mert téged úgyis vontatnak. Ja, tényleg. Te bármikor. Így van, én csak fölülök, csak az izé legyen. Ne törődj a matricával, tök mindegy. Jó, hírek után járjunk utána, mikor nem tudunk menni matricával, jó? Mikor csap le ránk a vész, ezt meg akarom tudni. Kik vannak holnaptól veszélyben, ha jön a smogriadó? Budapest-Miskolc? Budapest-Miskolc, ugye? Miskolciak, budapestiek, figyelem. Lehull a lepel. Megnézzük, hogy a zöldeket, a feketéket vagy a pirosakat ütik először. Azon gondolkodom, hogy az ugye megvan, hogy a görög ábécének az első betűje az ugye az alfa. Igen. Hogy akkor korábban nincs is. Hogy akkor vegyük rá Tarnos, vegyük rá Tarnos, hogy menjünk a betűvel? Hát. Tehát hújjanak ki akkor először az alfások, az audisok, a mi van még, az alfa romeósok. Nagy a szád, hogy eladtad a négy karikás, de nagy a szád. Viszont találtam neked egy, én azt gondolom, hogy egy megkerülhetetlen vétel, 88-as. 1988-as, Lada? Niva. 2121. Lejárt magyar okmányokkal. Mennyibe kerül? 109.000 forint. 109.000 forint. Ez felvinne a dombra benneteket a Bennivel. Az fel? Hát biztos. Érted? Csomó ide, csomó oda, csomó alá, csomó felé, érted? Azzal fel tudnátok magatokat rántani. Igen. A dombra, hogy tudjátok szánkózni. Igen, hát ennyi pénzért a hülyének is megéri, 120.000-ért venni, hogy tudjunk szánkozni. Megkérdezzük akkor a levegő munkacsoportot, jó? Hogy most mi a helyzet ezzel a smogriadóval, mert tájékoztatási riadó, vagy hogy hívják pontosan, egy csomószor volt már, de sose lett belőle igazából smogriadó. Hogy ennek mi az oka, és ha holnaptól esetleg smogriadó lesz, akkor kik vannak beszélyben, Ferin kívül. Jó, 7:30 pontosan jönnek a hírek, aztán ezzel folytatjuk mindjárt. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Anyu merkuros volt, elég jól megéltünk belőle. Ugye, hogy ugye? Tudna mesélni, csak sajna dolgozik, nem tud beszélni, de Frúzsi. Te merkurosként el tudtad intézni, hogy előre vegyék az autódat? Hát persze. Tehát, hogy a megrendelő. A megrendelést. Három évet kellett válni egy radára, mondták, hogy 2, és akkor már örültél, hogy csak 2 év, viszont ez nyilván pénzbe került.
plusz színt tudtál intézni magadnak, mert ugye mindig úgy jött a szállítmány, hogy mit én bejött 1000 autó, és abból volt 100 darab piros, ami nagyon, a piros lada volt a menő. Igen. Kicsit leperkáltál, akkor piros lett. Akkor lett piros. Aha. De volt így, hogy kinyitották az ajtót, beengedték az embereket, és rohantak, és amit lefoglaltál. Az is volt. Emlékeztek arra? Hogy nem az volt, hogy a tied a hatodik sorban álló, mint a második autó, hanem nyílt a kapu a telepen, ugye beszaladta, és ki, amit tudott, lefoglalt. És akkor, ha meg volt sérülve, vagy valami, ezt nem érdekelt. A lényeg, hogy te akkor autóhoz jutottál. Tehát hát, ez így ment. Az egy státuszszimbólum volt a piros lada annak idején. Most olvastam, hogy 31 éve 666 ezer személyautó volt Magyarországon, ennek a negyede Zsiguli volt. Az mondjuk nem. Minden negyedik autó. De azt hiszük, abban a szempontból jobb volt, hogy senkinek nem volt más. Vagy nagyon kevés embernek legalábbis. Tehát a mai erős frusztráltság, meg boldogtalanság azért az mindig abból van, hogy az ember többet, jobbat akar. Mert látod, hogy másnak több van vagy jobban, és ez téged ugye hát belevisz az elégedetlenségbe. Nem? Akkor viszont ugye nem volt jobb az a rendszer, én nem azt mondom, de effektíve azért, mert mindenkinek hasonló volt, vagy boldog volt, hogy neked egyáltalán van. Uh-huh. Nem voltak ilyen különbségek ember és ember között. Hát, tulajdonképpen kevésbé voltál frusztrált, igen, mert nem vágytál valamire, ami másnak se volt meg. Mindenkinek nagyjából egyenlő volt. Nem? Igen. Hát a Trabiból átvágytál a ladába. Jó, hát átmentél egy ladába, igen. Illetve az Marburgosok, a Skodások, a Zaporozsecesek, azok voltak a legcikibek szegények. Tehát vágyunk már akkor is volt más iránt, csak ugye tudtad, hogy nem lehet. Tehát akkor is akartál mondjuk nyugati autót magadnak. De hát szerintem tudtad, kevésbé, mint most. Aha. Sokkal kevésbé. Tudtad, hogy nem lehet, tudtad, hogy ez van, ennek is örültél, és valahogy egy kicsit így kiegyensúlyozottabban tudtad konstatálni. Na, utána járunk ennek a smogriadónak, hogy mi a helyzet, jó? Hogy most tájékoztatási riadó van, mit jelent ez pontosan, milyen kocsik nem közlekedhetnek a holnaptól, esetleg bevezetik. Itt van velünk Lenkei Péter. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hello, levegő munkacsoport környezeti irodájának vezetője, jól mondom? Környezeti tanácsadó iroda, így van. Jó, minden szót ő na, jó, igen, na, jó, iroda. Na, figyelj Péter, ez mit jelent ez a tájékoztatási riadó, hogy akár holnaptól már ez élessé is válhat? Hát ez attól függ, hogy milyen a levegő szennyezettség, hogy alakul. Egyébként nem túl jók a kilátások, tehát maradhat ez a szennyezett levegő. Én úgy néztem ma reggel a meteorológiai jelentéseket, és hát bizony ez egy eléggé szomorú helyzet, mert ilyenkor nagyon sok ember megbetegszik, sőt, A korábbi kutatások kimutatták, hogy ilyenkor bizony tömegesen halnak meg az emberek. Atya Isten! És akkor ez elvileg azt jelenti, hogy holnaptól akkor bizonyos korlátozások lépnek életbe? Hát ez csak akkor, hogyha a riasztási küszöbértéket eléri a levegő szennyezettsége. Ebben az esetben elrendelhetik a smogriadót. Egyébként a tegnapi értékek azok valamelyest mérsékeltebbek voltak, mint a tegnap előtti. Tehát ez bizakodást ad okot. Uh-huh. És nektek ott a levegő munkacsoportnál van egy piros telefon, ami a tarlósnál szól, és akkor ott mindenki nézi a műszert, egyszer csak megcsörren, és abban a pillanatban ő nyom egy stop gombat, hogy van a riasztás, hány emberen keresztül, gondolom nyilván nem nagy tüzet gyújtatok a háztetőn, és akkor egy jelző tüzeken keresztül jut el ez a főpolgármesteri hivatalba, ez hogy működik? Nem, a Tarlós Istvánnak kell kukkolni az internetet, ugyanis az országos légszennyezettségi mérőhálózat, amit ugye a minisztérium üzemeltet, ennek van egy honlapja, és ott jelennek meg élesben az éppen mért légszennyezettségi adatok az ország összes pontjáról, így Budapestről is, és hát ezt kell figyelni gyakorlatilag a fővárosi önkormányzatnak, és hogyha elér egy bizonyos határértéket, akkor el kell rendelni a smogriadó tájékoztatási vagy riasztási küszöbét. Hát akkor így indul minden reggel most Tarlós úrnak a napja, hogy bemegy, és akkor azt mondja, hogy arra googlizza bárki, hogy mi volt az este, aztán hozza be a kávém. Nézze már meg, mennyi az annyi. Igen. Milyen matricások vannak veszélyben? Tehát Feri, mikor kezdjen aggódni? Csak mondom, hogy... Hát a fekete és piros matricások kerülnek veszélyben, de csak a riasztási küszöbérték elrendelésekor. Mi ezt már sokszor kritizáltuk, mert szerintünk a kékeket is ki kellene ilyenkor tiltani. Na nem azért, mert ők annyira gonoszok lennének, hanem gyakorlatilag ezzel lehetne elérni azt, hogy megszűnjenek a dugók. Tehát ez már egy olyan autómennyiséget jelentene, de főleg a
Tehát, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor a dízelautókat tiltanánk ki. Nézd meg meg a benzinesek a részecske szennyezéshez nem járulnak. Tehát először a dízeleket? Haja, hoppá, álljunk csak meg. Sajnos a rendelet az nem tesz különbséget. De nagy. Tehát a dízelnek kéne menni, mert ugye a benzines nem szennyezi annyira a levegőt. Hát, Bazi, de részecskékkel. Igen, részecskékkel. Azt mondtad ugye, hogy a feketékkel van mondjuk a legnagyobb baj, tehát azokat először, hogyha valaki például mozgássérült, akkor ugye ez rá nem vonatkozna. De fekete autóval jár, vagy fekete matricással. Igen. Szerencsére, vagy azért elég kevés a mozgássérült autó, meg mentőautó, rendőrautó is mehet ilyenkor, tehát azért vannak kivételek, de hát igazából, tehát tényleg a cél az lenne, hogy ilyenkor a dugók szűnjenek meg, és a legszennyezőbbeket vegyük ki a forgalomból, mert ezek tényleg veszélyt jelentenek a mindannyiunkra, és ezért ilyenkor azért az önkorlátozás, hogy nem ülök autóba, hanem na, egyszer kipróbálom a BKV-t. Isten őriz. Isten őriz, inkább otthon maradok. A BKV-nak vannak egyébként ilyen fekete színű plakettes, vagy piros színű plakettes járművei még? Ajaj. Vannak, ajaj. Ugye? Viszont mi mértünk buszokat. És hát megdöbbentő eredményeket tapasztaltunk. Na, az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyes buszok már 10 méterről is kiakasztották a műszert. Atya Isten. Ultrafinom részecskéket mérő műszer, viszont az új Citaro Mercedes buszoknak be lehetett dugni a kipufogójába. Hát azok már ilyen komoly szűrőberendezéssel működnek. Meg a svédek is valószínűleg rendben van. Melyik matrica, csak hogy nehogy aztán itt a Feri véletlen egy büntetésbe belefuss, hogy rosszat néz, hogy a felső, alsó, az hogy alsó, van ez pontosan? A hátsó alsó. Hátsó alsó. Nézni, így van. Na jó. Ezek különösen veszélyesnek számítanak, ezek a feriféle fekete sírkő alakú matrica. Ezt észrevettétek, hogy ez csak titeket bánt az a dolog, hogy nekem hát lehetne sírkőgyárnak is nevezni őket. Igen. Jó, tehát tulajdonképpen aki már tenni akar, és olyan autója van, mint a Ferinek, az már tegye le inkább ma, nem? Tehát, hogy megelőzzen, tehát járuljunk hozzá, hogy el se jussunk a smogriadóig, aki érzi, hogy kicsit bűnös, vagy az autója nagyon szennyezi a levegőt, az már inkább ma tegye le, ugye? És akkor nem lesz smogriadó. Hát így van, és akkor várható, hogy holnapra tisztul a levegő valamelyest. Azért ez tényleg hatásos lehet egy ilyen önkorlátozás. Tehát ilyenkor azért lényegesen tisztul. És hát nézzen mindenki körül az ismeretségi körében, hogy hányan kaptak az elmúlt néhány évben szívinfarktust. De miért nem páros páratlan van? Hát több páros autó van, mint mondjuk kék matricás. Hát akkor lőjék ki a páros páratlan, mint régen, és akkor eleve a fél autó mennyiség mert eleve otthon marad. Mert nem annyira igazságos. De miért nem? Egyrészt nem igazságos, másrészt a tényleg nagyon sokat szennyezőket nem szedik itt. Mondom, hogy a fekete matricások olyan mennyiségű szennyezést bocsátanak ki, hogy a műszerünk már messziről kiakasztott. Na jó, de ha van, nyilván ti ezt jobban tudjátok, de ha van kevés fekete, ami nagyon szennyez, viszont az autók felét otthon lehet hagyatni a páros páratlannal, akkor nyilván egy nagyobb mennyiségű autó marad otthon, akkor a nagyobb levegő lesz tisztább, nem? Mint hogyha de kevesebb... Akkor se igazságos. Tehát ezért mondtuk, hogy a fekete, piros, kéket kéne kitiltani, hogyha ezt a hármat kitiltanak, és csak a zöld matricások maradnának, akkor már az olyan autótömeget jelentene, kicsit kevesebb talán, mint a fele, de akkor is egy akkora tömeg, hogy gyakorlatilag ezzel a dugók megszűnnek. A kékek mikor jönnek? A fekete és a piros után? Tied is kék, csak mondom. Igen, de sajnos a kékek nem lesznek kitiltva, mert a igen, jelenlegi és a kék színű az korszerű környezetbarát járművet jelent. Tehát azért tegyük tisztába, a fekete és a piros, ami korszerűtlen, a kék az korszerű környezetbarát, a zöld... Várjál, belevagyítok a képbe, hogy a béka körömlakjá, vagy mivel sikerült átjavítottuk. És a zöld színű, a kiemelten környezetbarát jármű, hát ilyen nem sok van. Azért azt mondjuk el. De már megnézem most már az enyémet is. Jó, igen. Hát figyeljük akkor a grafikonokat, meg igen. Akkor figyelj a Tarlós úr is, és akkor jelentkezzen, ha van valami. És kár, hogy nem támogatod ezt a páros páratlant, hiszen Balázséknak az egyik páros, a másik páratlan rendszám. Nem, Balázsnak két rendszám van egy autóhoz. Nem, gyerekek, nekünk egy autó van négy rendszámmal, úgyhogy bármilyen matrica van. Nem mindegy, hogy az Asponyi a páratlan vagy. Hát cserélünk. Megoldjuk, valahogy megoldjuk. Nagyon szépen köszönjük nektek, jó munkát. Köszi, Péter. Ciao, hello. Szevasz. Jaj.
Sajnos messze laktuk, nem tudunk elmenni értetek a zöld színű plakettes autónkkal. Zöldek vagytok, tényleg? Bocs. Na, hát ez aztán ennyi. A környezettudatosság. Ez aztán a környezettudatosság. Ott áll csak. Igen. Hát, hát jó, neked hétvégi autód van, hát most le van burkolva, le van fedve, egy kis ponyvával, érted, ki van takarítva, várja most a kis gazdáját. A hó alatt érted, a gyerek arról szánkol. Pihen a hó alatt a kis ponyvával, hát majd hétvégén a kis gazdia beleül, aztán majd szépen használja. Na jó van. Oké. Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is, valakivel játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Gyerekek, nem vagyok egy nagy autószerelő, de azért ezt a dízel kontra benzines dolgot megvizsgálnám. Mert hát ugye új dízelekben már raknak mindenféle ilyen szűrőket, és effektíve semmiféle korom nem jön ki. Mert ugye raknak ilyen részecske szűrőt a kipufogó elé, tehát van egy szűrőrendszer. Most azért az... Vélehetőleg egyébként a te autód is már zöld színű, mert most már egy dízel meg egy benzines között nincs ilyen nagy különbség. Nincs ekkora különbség. Ez a régiekre vonatkozik, azokba meg, ami fekete meg piros matricás, annak már tök mindegy. A kékek közül meg még elméletileg ott a dízel jobban szennyez. De na jó, az olyan korszerű autóknál, mint a Balázsé, már van egy nagyon korszerű berendezés, ami a kipufogógázt előre vezet, és hátul nincs egy kibocsát. Így téveszünk meg a mérőműszeres embereket, mert nem jön ki semmi. Dávid, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Dávid, honnan hívsz minket? Budapestről. Mit csinálsz ott, vagy itt? Suliban vagyok. Suliban? Mit tanulsz? Most műszaki informatikusnak készült. Műszaki informatikus. Ú, akkor csupa számítástechnikát, meg mindenféle dolgot kedvelő, hát, pasival vagy együtt. Programozás, adatátvitel. A csajok miért nem vannak legalább akkor arányban ebben a hivatásban, mint mondjuk a férfiak? Tehát, hogy miért nem kiegyenlítettebbek az arányok? Hát, meg gondolom, nem érdekli őket. Ja. De hát ez egy tök de amúgy a suliben vannak pár csajok. Elég jó. Aha, ott vannak. Nagy a harc értük? Ugye Gábor? Már Gábor, mint jó, vagy csak megszólítottad. Aha, jó. Hát csak megszólítottam. Oké, jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, jó? Oké. Uh-huh. Hát, na őt a fognak kitiltják. Ez se kis zöld plakettes. Bola. ő azonnal menj. Elindult? Eljelezte. Hányszor toltuk mi be a trabantunkat, úristen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Okay. Ah, hát ez... Hát, ha most egyetemista a játékosunk, akkor ez neki azért nem biztos, hogy... Lehet még egyszer? Igen. Persze, mutatjuk még egyszer, figyelj! Oh. Delhusza Johnny és Búzesönyi már rögtön vágná rá. Ez micsoda? Kiállna a nyeregből és együtt üvölt. Hát nem igazán. Lehet egy kicsit hosszabbat. Mutatunk hosszabbat, akkor kivettük a sapkát, ugye most még ez van bent a csomagban, jó, figyelj. Oké. Na jó, hát ez most... Gábor, ne segíts! Ebből se fogja. Ennél most már nagyon nem tudunk hosszabbat mutatni, csak ha kiveszünk mindent. Na mi újság, Dávid? Mindjárt itt már gondolkozunk. Mikori vagy, Dávid? Mikor születtél? 93. Ez annyira szörnyű hallani, hogy ez így mindig már bever. Egy felnőtt férfi, és 93-ban született. 77-ben születtem. Hát kis túlzással, 16 évesen elkapok egy csajt. Megvan. Na, mi ez? Megvan, Dávid? Már még gondolkodunk rá, de még nincs meg. Ja. Mi a zenét hallgatok, Dávid? Mi az, amit most megy nálatok ott a műszaki? Hát mindenféle. Rock, diszkó. Hát ez egy nagyon... Ti műszaki egyetemesek, még mindig a pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm, nem? Tehát, nagyon jó. Ti nagyjából erre bulisztok, nem? Szexi tanárnéni. Mi van a tesi tanárnénivel? Szexi tanárnéni. Ja, szexi tanárnéni. Nincs, nem. Hát akkor nem tudjuk. Na jó, megmutatjuk az eredetit. Jó, ez lett volna, figyeljetek. Ja. Még egy hal gondolat sem voltál, Dávid. Basszus. Köszönöm, hogy nem. Ó, nem, hol érzted? Figyelj, most jön a refrén. Apád, erre jött össze anyáddal.
Így már ismerős. Ugye? Na. Na, nem sikerült. Hallottad már valahogy ezt a dalt? Tessék? Hallottad már valahogy ezt a dalt? Így már beugrott? Persze, persze, már így már beugrott. Ja, hallottam. Hát nem a te generációt, finoman szólva. Nem a te generációt. Hát nem. Pedig a tegnapit azt kitaláltam. Mi volt tegnap? Nem tudom. Ja, úgy nehéz. Elfelejtettem. Jól van. Dávid, milyen órátok lesz az első? Mivel kezdünk? Beleborzongtam, hát beleborzongtam, annyira izgalmas hangzik. Jó van, Dávid, szép órát nektek, akkor köszi. Nincs ajándékcsomag, sajnos erre nem tudom mit adni. Majd legközelebb. Csak mondom, hogy Gábor közben kiröhögött egyszer, én megdumálnám vele később. Most eszi a hotdogot, így reggel. Az finom és egészséges, egy jó hotdog. Most vett a büfébe. Nincs is annál jó. Ciao, szevasztok! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Gyerekek, nem tudok belenyugodni ebbe a matricás dologba. Még egy mondatot akarok erről beszélni. Mert pont az igazságtalan, hogy megbünteted effektíve azt, akinek rosszabb az autója úgy, hogy arról nem tehet. Ezek szerint nem hoztad magaddal a tartalék rendszámtáblába. nem erre gondolok. Tehát miért van rossz levegő? Azért, mert sokan, mit tudom én, olyan kályhát használnak, olyan alapanyaggal fűtenek, tehát itt nem csak az autók miatt van rossz levegő. Jó, nem így fűteni van. Kell, mert egyébként megfogszokom. Én értem, de akkor miért azok vegyék ki a részüket abból, hogy most smogriadó van Pesten, akik egyébként rosszul keresnek? Tehát tehetnek ők arról, hogy rosszul keresnek? Nem tehetnek arról, hogy rosszul keresnek. Csak miattuk van a smogriadó? Nem csak miattuk van a smogriadó, mert ha az összes nyambat, rohadmányos BKV buszt egyébként kitiltanánk Budapestről, egy perc alatt érted, sétálhatnál a hármas határhegyen, és nem kéne egyébként azokat bántani, akik semmi más nem csinálnak, csak rosszul keresnek. Nem hát, így van? Tehát szerintem... akkor legyen páros páratlan, és viselje az is a saját fővárosa sorsát, akinek egyébként jobb az autója. Nem egy szimpatikusabb megoldás, mint azt mondom, hogy te szegény vagy, tedd le az autódat, vett torokra a brét, és még egy kicsit szívjál, amellett egyébként, hogy neked rossz az autód. Nem azért van rossz autója, mert ő egyébként nem venne jobbat, azért van rossz autója, mert nincs rá pénze. Nem így van? Hát, szerintem azok, akik igazán rosszul keresnek, azok tömegközlekedéssel járnak, azok nincsen autó. De most jó, most nem a mély szegénységben élő emberekre valami. Gondolok. Akik, ez nem mély szegénység, nem erre gondolok. Tehát most nem a végletekbe gondolkodok, akkor így fogalmazok. De az most van egy-kettes Suzuki-d, egy olyan matricával, arról te nem tehetsz. Tehát nem azért vetted meg, mert az neked öröm, hanem azért vetted meg, mert nyilván vennél jobbat, ilyen matricával, olyan szűrővel. Mi történik? Holnaptól kivezetik azon matricásokat, akiknek a legrosszabb az autójuk, rosszul keresnek, és még üljenek föl tömegközlekedésre. Hát, ha közös a főváros, akkor legyen ez egy közös gondviselés. És hát most tök komolyan mondom, szálljanak ki azok is, akiknek mondjuk páros a rendszám. Utána másnap kiszáll az, akinek páratlan a rendszám. Tehát ilyen nincs, hogy egy nagy fővárosban élünk, de azokat sújtjuk, akik egyébként önszántunkban kívül valamilyen hátrányos helyzetben vannak, jelen esetben mondjuk rosszabb autójuk van. Mm-hmm. Nem így van? Így. Tehát nem egy szimpatikusabb megoldás? Azt mondják, hogy páratlan. És kiszáll az X6-os, kiszáll az Audi Jeep-es, kiszáll a Trabant, kiszáll mindenki, mert a te városod, a te gyereked ugyanúgy szívja a levegőt. Igen, de Péter is ezt mondta azért... egyébként, hogy ők is annak örülnének, hogyha a zöldek is letennék. Tehát, hát de akkor vezessük vissza a páros páratlan. Tehát az Audisnak a gyereke ugyanúgy szívja azt a levegőt, mint a Trabantosnak a gyereke. Érted? De nem csak azok miatt, akik egyébként szegények is rossz autójuk van. Hát miféle baromság ez? Hmm. Nem? Hát amikor elkezdtünk Danubiuszozni... Mindenkinek le kellene tenni, akinek nem munkaeszköz. Jó, csak tudod, az ember azért ennél önzőbb, tehát ez nem úgy működik, most smogriadó van, önszántából leteszem, ha rákényszerítenek. Sajnos az emberek többsége így működik. Önszántából felszáll a BKV-re mondjuk 8%, 6%, de az ember gyarló. Tök hát, igazad van, de hogy azt nem csak mások szívják be ugye azt a smogot, hanem a te gyereked is beszívja meg a feleséged, meg a családtagjaid, nekik ugyanúgy árt az a smog. Persze, árt az a smog, csak azt mondom, hogy amíg téged erre nem kényszerítenek rá, az ember ennél lustább, gyarlóbb, én is autóval jöttem, Feri is autóval, Laci is autóval, tehát autóval megyünk, mert nem éri bennünket úgy a dolog, hogy most letedd az autót, közben én tegnap kint szánkóztam a gyerekkel. De milyen hülye rendszer ez? Most ezen gondolkoztam itt a játék alatt. Jó, szegény vagy? Nincs pénzed jó autóra? Szívjál három napot. Miattad van smog? Nem, miattad is van smog. De miattam is van smog. Meg én is tehetek arról, mert belőlem csak egy mikrogramnyi részecske, de kijön belőled... Az egynél sokkal kevesebb, csak elmondom. Az egynél sokkal kevesebb. Tehát rossz a rendszer.
Közös plusz főváros, közös felelősségvállalás, ez lenne a cél, mert ha nekem is le kell tennem az autómat, akkor én is átérzem, gyerekek, hogy valamit tegyünk, ha csak leteszi a szegényebb, és holnap ugyanúgy beülhettek az autóba, akkor mi van? Jóval letették, ők megoldották, nem az én gondom, nem az én problémám. De hogy is az én gondom is, hát az én fővárosom is. Nem hát így van? Ezért lehet, hogy igazságosabb lenne ez a páros pár. Hát ezt, én ezt mondom. Nem tudom az arányokat, hát nem tudom, hogy most mennyiből van több vagy kevesebb. Akkor... Az nagyjából a fele. Nemre korra a származása való tekintet nélkül 50% azonnal otthon marad. Mész BKV-val, jövök BKV-val, vagy bejövök máshogy. Érted? Gyalog, biciklivel, hogy rákjárásba. Holnap meg otthon marad a feleségem, mert rákjárásba. Ezen kattatom, hogy hülye rendszer ez így. Hát ez nem egy igazságos rendszer. De hát, ha már így akarsz igazságoskodni, akkor például az sem mindegy, hogy mondjuk van egy fekete matricás 1000 köbcentis valami, meg a Bazsi 8000 köbcentis autója, érted? Na, mert az 8000, persze. 8000, miért? 8. Jó, leállok most már. Lefolytattad? Nem, most mondjuk a Laci... csak 8000. Igen, 12000. Laci, mit ír nekem az üzenet falon? Jó, elmondtad már négyszer, állj le. Jó. De tényleg felhúztam magam. Ezt a témát, most, hát, most nem, most miközben itt játszottunk, ezen kezdtem meg, ez egy beteg rendszer így. Változtassuk meg. Érveljünk. Páros, harcoljunk. Hát, én tökéletesen meg, és tökre örülök neki. Hát csak az álló fűtésed annyi. Rohadjál hát meg! Az, ugye? Nincs az is az olajkája. Jó, mert te veletek forradalmat szíteni, érted? Én már állok a pilvaxba az asztalon, ti még mindig brandiztek meg, ultisztok, vagy nem tudom, mit csináltok, érted? Én már rég kivont karda harcolnék, de hát két ilyen megalkuló emberrel itt ülni. 8 óra múlva pontosan 1 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Szóval, ha a páros és a páratlan... Jézus! Jó, nem akarok már ezzel senkit zsibbasztani. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 4:09 lesz, 1 perc múlva. Szia, Feri! Hello! Szia, Jani! Szia, Dízeles! Szia, bicikli! Szia, biciklis! Szia, bringás! Neked a legjobb. Szia, neked is BKV, úgy is BKV. Egyébként abszolút igazán. Te csinálod ez a legjobb. Csak az a baj, hogy egyébként tényleg mondjuk én alapvetően villamoson meg metróval járok, de azért tényleg ott vannak azok a BKV buszok, amikről beszéltünk. Hogy, jó, most ne legyél már szamaradj, Tánus, hogy most még kitalálod, hogy te majd már azon buszokra se szállsz, vagyok, hogy akkor tényleg menj be, mész, hogy ma a villamosozol, metrózol, és kötött pályán közlekedsz csak azért, hogy ne kelljen felülned arra a buszra. Egyébként így van, ott vannak a buszok is, igen. Vannak friss közlekedési híreink. Most már azért sokkal kevesebb a baleset, mint tegnap, de van még egy-két koccanás. Például a Szent Mihály felüljáró után 3-as kocc van, ezt Richelieu küldte nekünk. A Szerencs utca előtt egészen pontosan a belsősában a város felé egyelőre csak lassú a haladás, írja Judit. Ez egy ráfutásos baleset, ha kerestétek a szavakat egyébként. Köszönjük ez szépen. Az? Na, ez végre helyreállt. Helyreállt a lent. Úgy látom, hogy balra nézel, jobbra nézel, valami picit hiányzott. Igen. 8-as főút 19-es kilométer Székesfehérvár felé lerobbant kamion vesztegel a külső sávban. Könyves Nándi küldte ezt nekünk. Defektes kamion vesztegel a leállósában az M5-ösön az Ócsai kiáró után Szeged felé, ezt a gumizsiráf üzeni. Szél Kálmán téren nem működik, a forgalomirányító lámpa DL üzente, és Pörbölytől Pécs felé sűrűköd, látótávolság körülbelül 2-3 méter, ezt pedig Ancsa küldte nekünk. Mit mondanak? Nagyjából ennyi volt a hó, és vége van? Igen. Tehát így lassan jön a tavasz, vagy lesz még azért nagy havazás? Mit olvastatok? Hát én a hetit tudom, az még eső, egy kis jégeső a Dunántúlon, és aztán meg melegedés. Aztán, hogy... Hogy ez meddig tart, vagy mi van, igen. Sok az autó az utakon, tarlódás várható. Ez jó. Fogoros előtt nagyon jó volt Bon Jovit hallgatni. Köszi, Vica. Egészségedre. Jaj, gyerekek, igen. Jó fogorvos így kora reggel, azért az minden megold. Hát minden annál meg nincs is jobb. Tessé? Annál nincs 8-ra is bevenni. Egy jó három csatornás gyökérkezelés, nem? Jaj, Istenem. Azért azzal úgy megvagy. Mennyi az idő? 8:49-től a kékes nyit. Adjál már! Legyél már kékes arca, vagy valami snowboard cég, bízom már meg téged, vagy valami nagyon komoly sielős cég. Valami lézgyártó cég, imádom, hogy nézed a kékes tetőt. Elkezdett nyüzsögni. A téli és északi sípályának a webkamera felvételét nézem, és kezd beindulni a dolog. Nagyon jó. Először még csak a havas lankákat láttam. Komolyan kezd beindulni, akkor 4 ember áll a pályaszélén. De akkor hát addig félsz pont 4-szer annyi, mint amennyi addig volt. Hát jó, hát reggel 4:90, ne legyünk túl szigorúak. Igen. Na jó van, csütörtök van.
Ez pedig azt jelenti, hogy folytatódik tovább ugye az elmentes övezet. Tudom, hogy múlt héten nem volt, tudom, hogy, hogy éltetek a lehetőséggel. Volt, csak nem ilyen jellegű. Így Mr. Budai? Így is van, rámentünk egy kicsit a zsírosabb húsokra, de semmilyen. Elmentes zsíros húsokra. Elmentes volt. Nem, mindjárt megkérdezzük erről a Gábort, aki már itt is van. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Még mindig úgy szeretem. Igaz? Olyan jó kedvem lesz ettől a szignáltól. Nekem van úgy, hogy kedden is meg kell hallgassam. Ugye, hogy egy ideig csütörtökön, hogy kedden úgy elkezd hiányozni. A hős szót kicsit hiányolom. Na, meg, jó, de azért az, ott van a sorok mögött. Hát persze, csak úgy ki kellett volna mondani, hogy a hős. Én tökéletesen egyetértek valamit, és át tudom érezni, hogy mit gondolsz, amikor meghallgatod ezt a szignált. Én például régi képeket szoktam nézegetni magamról, ahol még van hajam. Ugyanez az érzés. Nem tudok, hogyha vannak hibáim, az egyik, hogy érdekelnek a komolyabb témák is. Hát, mit csinálják? Gábor, hello, jó reggelt kívánunk neked! Szia! Jó reggelt mindenkinek! Hello! Janinak azért azt mondom, bátorításként, hogy a hajnövekedésben számos élelmiszer segíthet. A sörélesztő, de ezt most tényleg komolyan mondom, és nem is semmifajta él nincs benne. Sörélesztő, pehely, búzacsíra, és egyébek szívesen összeírom ezeket majd, és hasznos dolog, ugye a haj köröm erősítő élelmiszerek. Hát régen úgy emlékeztek arra, hogy édes jó anyánk egy falatka kis élesztőt tömött mindig a szánkba, ami gyűlöltél, ugye? Itt ezt ma már a gyerek torkán le nem nyomod, de ugye sorba álltál, nem álltad a sorba. És mindig ettél egy kicsi élesztőt. Állj a melegre, hadd keljen meg. Ugye, hogy ezt adták nekünk kiskorunkban régen. Adták. Hozzá kell tenni, hogy a Janinak azért hitre is szüksége van, tehát hogy ő higgyen abban, hogy ez megtörtént. Van nálad egy őrtorony is? De várjátok, genetikailag fogta meg a hajhullását a padló, akkor tulajdonképpen már szinte mindegy, nem? Az ivóvízben lévő antibiotikumok és egyéb hormonok, fogamzásgátló és egyéb hormonok lehet, hogy szerepet játszhattak, de alkati kérdés is nyilván. De szerintem egyébként... Mit hittál te víz címszó alatt, Jani? Hát igen. Meg egyszer véletlenül, ugye patkófékes a biciklim, és az elsővel fékeztem, és aztán arcon csúsztam itt a Népligetnél a macska követ. Azért csak sávosan kopaszott. Az is lehet, hogy... Igen, egy leállósárnyi hajnyom így beleégett a hajadba. Viszont Balázsnak és Ferinek szép hajkoronája van, úgy látom. Hát Gábor, hát ugye, valami szépen meg lenne. Én sörélesztőben jó vagyok. Örülök, hogy egyébként is kiszúrtad, hogy milyen jó csajok. Te szemét. Csak mondom, hogy anyám minden héten adott pitécsüt. Nekünk. Anyám, olyan pitécsüt. Minden héten átok, emlékszem, ilyen kicsi, ilyen kis zacskóba volt, vagy miben ilyen téglalap alakú, ilyen kis csomagolt élesztő volt. Szerintem ez most is az így most néz ki. Most is tökéletesen ugyanilyen. Felnyitotta, tudod, már a gyerekszobába fölüvöltöttünk, mert éreztük, hogy mennünk kell élesztőt tenni. Annyit hallottatunk, hogy azt mondja, hát ez romlott. Balázs! És egy kis kanál. De abban van vitamin is, vagy mi van? Abban B-vitamin Mengedem, talán. Hogy vitamin ugye? Menne folyosabb, jó a gerincnek, jó a csontnak, jó a keringésnek, jó az idegrendszernek. Hát igen, pont tegnap előtt vettem, már lehet kapni pehely formájában, sörélesztő pehely. Na, az és például salátába beleszorva tökre meg lehet enni, a gyerek ugyanúgy eszi. És az nem ragad fel a szájpadlásodra, mert a réginél mondjuk ez egy folyamatos problémát jelentett. Meg azért valljuk meg, hogy a nyers élesztő fogyasztás az már nem mindig javasolt, a sörélesztő pehely meg nem erjed bent a gyomorban. Ja, megy ez okoz erjedést. Igen, azért az alkohol fog termelni, hogyha mondjuk ráeszünk az élesztőre, és az nem mindenkinek szerencsés. Tehát akkor ezért lett a bratyom 12 évesen alkoholista, mert lehet, hogy anyám élesztőt. Nem jó a májnak, nem jó az idegrendszernek. Ugye annak idején idősebb Sirilla György is javasolta a hajnövekedésre az élesztőt, tehát erjedést okozhat, inkább élesztő krémként, tehát főzött krémként dolgozzuk fel, nem nagyon károsodik. Élesztő pástétól. De a bátyád nem ezért lett alkoholista, mert mindig lenyújtad a csajait. Nem alkesz a bátyám, csak hűltem egyébként. Tudod, hogy egy jó poén, bármikor beáldozom a saját családomat. Azonnal odadobok bárkit is koncként. Ha már egyébként hajköröm, ugye? Nagyon sok nő hallgat minket. Nem ez a mai témánk egyébként, egy kicsit úgymond általánosabb dologgal készültünk, de például azon nők, akik nem akarnak mindenféle hajkészítményeket szedni, hanem megpróbálják természetes úton bevinni, például, hogy szép hajuk legyen, szép körmük, és az élesztőt nem tudják megenni. Mi az, amiben mondjuk sok B-vitamin, meg A-vitamin van, ami mondjuk jó lehet?
Ha megnézitek a szépségvitaminokat, akkor szinte mind B-vitaminokat tartalmaznak. Ez a kis olcsó szárított búzacsíra, ismeritek ezt a kis sárga valamit? Igen. Az tele van olyan anyaggal, ami hasznos. A köles. Nem biztos, hogy mindenki eszi. A főtt köles. A kölesben kovassav van. A kovassav az szilícium tartalmú, haj és köröm erősítő. B-vitaminokat tartalmaz még a teljes kiörlésű kenyér. Minden olyan dolog, ami korpás, ami búzacsírás. Ugye beszéltünk a sörélesztőről, és a hüvelyesek. Tehát a lencse, a sárga borsó, főzelék, nem tudom, szeretitek-e, a csicseri borsó, krém vagy a humusz, nagyon gazdag foszforban, nagyon gazdag kálciumban. És hát a dió, a mandula, a szezámmag, ezek nem csak a csontra, hanem a haj, köröm egészségére is jó hatással vannak. Mondtad, hogy minden, ami korpás, ugye? Így mert van. Akkor Feri haja tele van B-vitamin. Nem vagyok, érted. Félek, hogy ez félrejtető lesz. Haszogassuk Ferit, meg van, vagy milyen retek? Ilyetetlen ez a csütörtök. De figyelj, hogyha nem veszed a Feri tolakodásnak, én minden reggel végig nyalom akkor a kilón. Egy kicsit jössz is akkor. Nem, felszívom. Felszívom egy ezzel. Biológiailag a hajkorpa és a búzakorpa között van különbség. Szénhidrátösszetétel szempontjából. Ezt csak azért mondom el, hogy ha visszatérve egyébként a zabkorpa. A zabkorpa az, ami igazán egészségesebb, és könnyebben emészthető egészségi szempontból. Tehát a bélrendszer jobb a zabkorpa, és B-vitaminok vannak a zabkásában is. Hát egy jó zabkás a gyerekek, anélkül nem megy el a reggel. Na jó, oké. Okay. Készültünk ma valamivel, ami nem annyira konkrét, csak inkább egyfajta rávilágítása annak a fajta szemléletváltásnak, amit azért itt megpróbálunk átütni ugye minden csütörtökön. Az pedig nem más, ugye, mint hogy a reform táplálkozás, meg az egészséges táplálkozás, mindig aki a saját lelkiismeretét szeretné megnyugtatni, az azt mondja, hogy én azért nem eszem így, mert ez baromi drága. Ugye? Hogy tulajdonképpen ez egy kicsit lelkiismeret megnyugtatás, és kicsit arról is szól, hogy jó, ne is nagyon kelljen utána menni a dolognak, ez egy jó kifogás, amire rá lehet fogni. Hogy azért nem veszek egészséges ételeket, azért nem iszom egészséges italokat, mert hogy ez baromi drága, sokkal jobb egyébként valami ízesített műgyümölcsös joghurtot, kólát, vagy bármit megvenni, mert az ember nem is gondol bele egyébként, hogy mennyi minden tudna megszerezni nagyjából ugyanazon áron, mint amilyen árokba ezek a luxus cikkek kerülnek, amik ma már a hétköznapi tulajdonképpen vásárlásaink tárgyai. Hogy erről akarunk egy kicsit beszélni, ugye? Hogy egyfajta szemléletváltás kellene. Így van, így van. Elég nagy problémának látom, hogy előítéletek vannak a reformtáplálkozással kapcsolatban, anélkül, hogy valaki megnézte volna, hogy milyen akciók vannak, milyen árfekvésben van egy termék, anélkül rögtön rámondja, hogy ez drága. De hogy mennyi pénzt fagyiznak el az emberek mondjuk nyáron? Jégkrémre, fagyira, vagy a naturjoghurt helyett gyümölcsjoghurtot vesznek, jó lehet, tudjuk, hogy az abban lévő gyümölcs az virtuális gyümölcs, cukor van benne. Úgy érzem, hogy jó volna erről beszélni, hogy a teljes jövedelmünknek átlagosan 30%-át élelmiszerre költjük. Az élelmiszerre költött összegnek egy része luxuscikk. Ide tartoznak a csokoládéfélék, az összes olyan, ami soft drink, tehát cukros üdítő. El tudjátok képzelni, mennyi üdítő fogy Magyarországon. És ugye azt mondjuk, hogy micsoda drága a reform táplálkozás, miközben óriási pénzek mennek el egészségtelen, illetve úgy mondom, hogy üres, haszontalan termékekre. Beszéltünk a múltkor a Párizsiról, ugye, aminek 90-88% a víz, tehát vízet vásárolunk ebben az árban, nem pedig mondjuk minőségi terméket. Van egy jó pár olyan dolog, amivel spórolhatunk, és egyáltalán nem igaz, hogy a reformtáplálkozás az drága volna, mert a normál táplálkozás is bizonyos szempontból luxus a mai világban. Tehát ha valaki például minden nap megveszik egy darab gyümölcsös, műgyümölcsös üdítőt 250-300 forintért, az ugye egy hónapban körülbelül elkölt erre 10.000 forintot. Aha. Ugye? Napi 300 forint, hát az mondjuk 9000 forint egy hónapban. Hogy ha csak ezt a 9000 forintot alakítod át, vagy vásárolsz belőle valami hasznosat, akkor már tettél valamit úgy, hogy egyébként nem költöttél többet arra, mint hogy a te saját megszokott, egyébként beégett, megvásárolt élelmiszerédet lecseréled. Erre gondolsz, nem? Így van, ebből vehetsz 30 kiló almát a mai árakon nézve, ebből vehetsz almalevet, céklalevet, sárgarépalevet, de ha megveszed és otthon leturmixolod, vagy lényerőgéppel, ma már ez sem ritkaság. Rettentő sok dolgot lehet csinálni, ami nem drága. Nem drága, és hogyha tudnánk egy ilyen szemléletváltozást végrehajtani, vagy serkenteni, akár most, akár a legközelebbi alkalommal, ahol már szeretnénk, úgy tudom, konkrét árakat is összehasonlítani, igen. Én szeretnék készülni jövő alkalomra konkrétumokkal, hogy ne csak itt a levegőbe beszéljek, vagy egyáltalán ne, hanem árakkal fogok, aktuális árakkal fogok készülni, hogy én miből élek, én hogy tudom ezt beosztani, ugyanis működik a dolog.
Igen, de itt nincsen azért egy egyértelmű egyezőbe kompatibilitás, mert te is mondtad, ugye, hogy itt alapvetően élvezeti cikkekre költünk el úgymond feleslegesen pénzeket, tehát mondjuk ezek a szélsavas üdítők, vagy a csokoládék, ezek a desszertek, ezek alapvetően élvezeti cikkek, ezeket azért vásárolják az emberek, nem azért, hogy szomjukat oltsák, vagy hogy táplálkozzanak, tehát nem ez a fő szempont, hanem egy jól eső pohár üdítő, vagy pedig egy tábla, vagy egy sor csokoládé evés után, stb. Tehát, hogy valahogy azt kellene akkor nem kiváltani, tehát, hogy egészségesen, de ugyanilyen funkcióval. Tehát desszertnek, üdítőnek. Ezt fogjuk a jövétel összehasonlítani. Csinálunk ilyet, hogy egy tábla csokoládé mondjuk, mint a 600 forint. Na most, ha te átszoktatod magad és veszel egy csomag asszalgyümölcsöt, az körülbelül ugyanaz, és ugyanaz az élvezeti érték is, csak a kettő között baromi nagy különbség van. Tehát itt senki nem azt mondja, hogy te a csokoládé helyett vegyél meg 2 kiló zabkorpát, meg 3 csomag hajdinát, és süsd össze, és süssél rá. Nem nagyon váltja ki. Tehát nem nagyon váltja ki. Tehát hasonlót fogunk hasonlóval össze hasonlítani. Csak ugye a Gábor, amit mond, hogy te napi rutinból mennyi minden olyat veszel meg, ami mellett azt mondod, hogy az egészséges ételről egyébként azért mondok le, mert mennyire drága. És ha megnézed, hogy egy hónapban mennyit költeszel azokra, amik már ugye alapjában véve beépültek, vesz egy kólát, rányúlsz egy csokira, stb. Súlyos ezrek jönnek ki. De hasonló funkcióval megveszel 2 liter kóla helyett 1 liter sárgarépalevet mondjuk, nem biztos, hogy ugyanazt adja, de ital, átszoktatod magad, és effektíve egészségesebben élsz, érted? Egy doboz vagy megveszel, az ember ritkán jutalmazza magát. Ritkábban jutalmazod magad, vagy megveszel akkor mondjuk egy olyan házi bodzaszörpőt, amit ha szódával higítasz föl, akkor ugyanaz a szénsavérzés megvan, csak mondjuk nem kólát iszol, hanem egy házi bodzaszörpőt 40%-os gyümölcs tartalommal. Érted? Tehát igen, hasonlóval fogunk összehasonlítani. Csak hogy nem drága, vagy nem biztos, hogy drága. Megmondom őszintén azt, hogy kiemelt alkalmakon a sárgarépalé egy ünnep nálunk. Tehát a céklelé egy ünnep nálunk. Jó, hát furán ünnepeltek, azt azért el kell mondani, de értjük. Ittatok-e már igazi jó magyar almalevet, ami frissen, hát mondjuk le van pasztőrözve, de szinte mintha frissen volna préselve, ugye összehasonlítva ezekkel a karamelles, tükrösre szűrt egyéb almalevekkel. Én azt hiszem, hogy vannak jó ízek. Meg hát ugye a mézek. Különbözőféle mézek vannak, a selyemfű méz, a gesztenye méz. Ugye csak az akác meg a virágmézet szoktuk fogyasztani, de a repcemész, tehát olyan finom mézek vannak Magyarországon, aromás mézek, amiből egy kis kanállal leszel, akkor én azt hiszem, hogy nem fogsz kívánni mondjuk képviselőfánkot vagy krémest. Van egy jó pár dolog, vagy vannak olyan mazsolák, olyan datójafélék, amelyekből csak 1-2 szemet, ha megeszel, ez szinte csak forintba számolható, hogy pár forintba kerül, és milyen jól esik. És... tehát a szádban is robban akkor át, nem? Illetve adhatja ugyanazt az érzetet, mint mondjuk 3 szeletnyi csokoládé. Mm-hmm. Azért azt hozzáteszem, hogy nem tudunk versenyezni azért a bizonyos csokoládékkal, meg bizonyos ízekkel, de nekem ez már nem is annyira cél. Én szerintem ennek a műsornak egy picit az is a célja, hogy az ízek, hogy az ízvilág az nevelhető. Mi nem születünk egy ízvilággal, van egy bizonyos hajlamunk, de az mindig nevelhető évről évre az ízvilágunk. Az ízlelő bimbók azok mindig nevelhetők évről évre. De például itt az előtérben láttam, hogy van házi lekvár kitéve, egy kis kaláccsal. És éppen kérdeztem fel itt, hogy mire véljem ezt az egészséges táplálkozást, és Feri mondta, hogy ő abszolút ilyen forrásokból dolgozik, és vagy vásárol, akár a tej, és ez fantasztikus, hogy... tehát a Feri abszolút, persze, tehát ahol valakinél jó lesznek, az például a Feri. Tehát tudom, hogy benned az a kényszerképzet, hogy mi az összes vackot megesszük, de ki kell ábrándítsalak. Pont azt akartam mondani, hogy picit a rovat mellé kell álljak, például a szűrt almalében, mi ilyen 10 literes házit veszünk, ami ugyan pasztőrizálva van, de semmi más nincs benne, és ha azt például kiszámolod, akkor megdöbbened, de olcsóban fogsz kijönni, mint ezekkel az 1 literes, 1,5 literes, szűrt, agyontükrözött, meg nem tudom, mint te miket mondtál. Hát általában sűrítményből készül. Igen. Én egyébként fel úgy gondolom, hogy te minőségi terméket vásárolsz, ez egyébként kiderült a korábbi hozzászólásaiból. Kedves vagy, azt akarom csak mondani, hogy a legtöbb hibát, és nem csak amikor a bio dolgokról beszélünk, hanem amikor a normális kajáról beszélünk, akkor követjük el, amikor lusták vagyunk. Lusták vagyunk elmenni 3 borttal. Arrébb bemegyünk egy helyre, osztott ilyen almalé van, megvettem azt. Pedig egy picit arrébb kéne menni, és lehet kapni mást a biotermékkel. Hát megszoktad, meg egyszerűbb, hát, meg előítéleted van, meg drágábbnak gondolod, igen. De vannak ezek az 5 literes ilyen mostanában egy pár éve ezen kartondobozokba bejött ilyen levek. Azok jók, mert ugye ezek az 1 literesek sokszor ott vagy 25% gyümölcs tartalom, az is sűrítményből. De ezek a dobozos ilyen nagy 5 literes, tudod, kis saját csapva rajta, megnyitod a csapot, azok jók. Igen, ezekre gondoltam, ezek a bag-in-box rendszerű levek. Magyarországon ugye az a tendencia, hogy gyümölcslé üzemek vásárolják fel a magyar almát, de csak pár forintért, és ez nem jó a hazai termesztőknek. Ezért néhány család összefog, és egy ilyen
kisüzemet bérel egy-két napra is, lecsomagoltatja a saját almáját, így készülnek ezek a hazai, akár kiskörösen, akár máshol, ezek a hazai bag-in-box rendszerű alma és egyéb levek. Én ilyeneket fogyasztok, de nem állandóan. Időnként csinálok otthon egy áfonyalé, egy almalékúrát, és azt érzem, hogy nagyon szépen föltölt vitaminokkal. Ezer, mennyibe kerül egy ilyen? 1500-1700 forint? Az 5 liter. És azért gondoljátok meg, hogy az friss, ahhoz nincs adalékanyag adva. És ezek föltöltik a vitaminraktárat. Hát ráadásul ugye környezetkímélő is, mert hogy itt egy gyűjtőcsomagolásról van szó. Ugyanezt, hogyha literenként vennéd meg, akkor sokkal több feldolgozhatatlan, vagy nehezen feldolgozható. Így van, és elások helyben belőle. Vákumzáros. Igen. Az, amit például az ember ilyen üdítés dobozokon olvas, ugye mit tudom, megveszel egy őszi barackot, és akkor ráírva alul, hogy sűrítményből készült. Azt gondolnád, hogy effektíve jó, mert ugye 30% gyümölcs, hogy sűrítményből készült, ez nem mindig előny, nem? Ezek a sűrítmények. Ez nem mindig előny, hozzáteszem, hogy most már a sűrítők elég jók. Tehát vákumban sűrítenek, ez azt jelenti, hogy mondjuk 90-95 fokon forra a termék, de azért veszít az értékéből, veszít. Egészen más, mint egy frissen préselt almani, amit lepasztőröznek, és bag-in-box rendszerbe letöltik ebbe a kis fóliába, és már is kerül a boltokba. Uh-huh. Van hőkezelés? Tehát ezekben például sérülnek a vitaminok? Földobják egy pillanatra, mint tudom, 130 fokra egy másodpercre visszahűsik? Nem sokat sérül, most már olyan hőkezelés van, ami pillanathőkezelés. Tehát szinte, tehát nem az, hogy órákig vagy egy percekig, hanem igazából másodpercekig megy át a hőcserélőn, és nem nagyon sérül. Enzimatikusan ugye inaktív, tehát nincs benne már romlást okozó anyag. A penészek illesztők is elpusztulnak, de a termék az kvázi steril. És vákumzárral látják el. Nagyon korszerű technológiák. Én már igazából dobozos terméket, ilyen tetrapakos dobozos terméket nem is igazán vásárolnék, hanem inkább ezeket a csaposakat hazai. Na, és honnan tudom, hogy például ezek az 5 literes alma levek, ezek mivel voltak mondjuk permetezve, vagy ha nem biót vesz az ember, hogy azért ott is az, hogy ugye te egészségeset akarsz bevinni, de erre van valami garancia, vagy azért azt nézni kell? Ez kérdés marad. A helyi hatóságban kell bíznunk. Illetve tehát az ott előállított helyi hatóságban? Aha, igen, ahol kell küldeni mintát, bevizsgálják vegyszerre, engedélyt megadják, és azért ezek engedélyes termékek mind. Ennek ellenére nem kergettünk ábrándokat, van a nem bio gyümölcslében, van valamennyi permetszer maradvány. Vagy lehet. De határérték körül, vagy az alatt. De ezek azok a tulajdonságok, idézőjelben, amik már szinte kiszűrhetetlenek, nem? Tehát, hogy az ember már mindenre nem figyelhet oda. Igen, igen, ez így van. Ez így van. A vegyszerkérdés az egy külön kérdés, érdemes volna ezzel is később foglalkozni, nem könnyű kérdés. Tehát nyilván én nem állítom azt, hogy teljesen vegyszermentesen lehet táplálkozni. Lehetne a bióról is beszélni, majd hogy a bió vajon vegyszeres, a vegyszermentes Magyarországon. Itt most az első vagy nulladik lépést vesszük át, hogy lehetne olcsóbban és gazdaságosabban. Jó, akkor jövő hétre csinálunk egy olyat, Gábor, arra kérlek, hogy azonos terméket azonos termékkel nagyjából hasonlítsunk össze, jó? Tehát édességet, tejjel, biopástitumot, sima, nagyon rossz minőségű sertéspástitum, hogy körülbelül mi az árdifi, hogy lássák azok az emberek, akik kételkednek, hogy egy pici odafigyeléssel egyébként tényleg lehet jót venni. Tehát itt nem arról van szó, hogy keresel mondjuk 80.000 forintot, és ha átállnál erre, akkor 200.000 forintot kellene keresned ahhoz, hogy mondjuk itt tudjál élni. Ennek igen. Az ellenkezőjét szeretnénk igazolni. Ha szabad, de megkérdeztem azt, hogy itt van a kezemben egy sima, normál UHT tej, ez került mondjuk 250 forintba, nem is mondjuk, hanem pontosan annyiba, 250, és van egy biotej, ez 350 forint. Ti megvennétek a biotejet 350, tehát 100 forinttal drágábban? Nem. Ez csak egy szimpla kérdés. Én igen, nyilván. Tehát ez biotej, most, nyilván, 300 forint. Én értem. Csak mondjuk próbálok meg egy nagy családosnak a fejével gondolkodni. Oda megy, és azt fogja mondani, hogy 100 forinttal olcsóbb, hát hülye lennék, ha nem igen. Azt venné. Tehát képzeld el, hogy minden nap egy ilyen dobozt megiszol, a nagy családos többet iszik meg, az 3000 forint lesz egy hónapban az a többlet, amit a biotejre költesz el. Viszont mit cserébe a gyermek kap vegyszermentes az igen, viszont 3000 forintot megér, vagy nem? Az meg, ha van 3000 forint, az igen. Minden pénzt megér, de mondjuk a nagy családosnál nem egy litert isznak meg, hanem ha van 5 gyerek, akkor érted. Persze, tehát én is azt gondolom, hogy ahol számít 100 forint, igen. Ott nem fogod megvenni, de mi egy olyan átlagról próbálunk beszélni, ahol a gondolkodásbeli különbségtétel és a pici odafigyelés nagyon nagy változásokat hozhat. Tehát nyilván, akinek hosszú távon 100 forint is számít, sajnos sokan vannak ilyenek, sose fogjuk tudni rávenni arra, mikor éppen azon küzd, hogy kijöjjön hónap végéig, hogy ő most biotejet igyon, vagy sima tejet, mert örül, ha megkapja a sima tejet jóval olcsóbban. Ez teljesen egyértelmű. Annál a családnál, ahol mondjuk napi egy doboz cigire futja a papa vagy anyunak, és azért nem futja biotejre, na ott na látod, itt van, igen. Tehát hogy az a családokról beszélünk, igen, ahol egyébként csokoládét adnak a gyerek kezébe, a kólát adnak, ahol egy hónapba kétszer a hétvégi bevásárlóközpont mellett egyébként gyors étterembe ebédel a család, érted? És ott egyébként egy gyors étterembe elszólnak 10-15 ezer forintot, de utána anyuka bemegy
a boltba, és azt mondja, hogy biotej 100 forinttal drága. Hát nem. Csapja be magát azzal, hogy spórol, de amikor hétvégén örömet szerezve saját magának is bemegy a gyors étterembe, és elköt mondjuk 8000 forintot, ott viszont nem szólal meg a csengőért. Tehát, hogy hoppá, hogy van ez, hogy ezen spóroltam 100-at, itt elköltök 8000-et, és tömöm a gyereket egyébként hamburgerre. Tehát, hogy nem arról beszélünk, aki nyilván most ezen próbál spórolni, mert megértem. Tudom. Tehát ha hasonlóképpen nőttünk föl mi is, hogy anyukám 200 forintot be kellett, hogy osszon. De sokszor a fejekben van a baj. Tehát nem azon a 100 forinton múlik, vagy arra fogod, de közben megveszed igen, magadnak persze. a cigarettát. Úgyhogy akkor készülünk egy ilyen ár összkalkulációval. Mindenképpen készülök. És Feri, mondtad, hogy te házi tejet szoktál inni. Viszont te hát én már nem, itt laksz, nem vagyok egy nagy teljes. Vagyis egy egészségesebb, de egészséges tejterméket vásároltak. Így van, meg házi tejet. Viszont te itt laksz a városban. És hogy tudod beszerezni? Kérlek szépen, az én körzet, nekem nagy szerencsém van, mert a ház aljában lehet kapni, de ha ott nem lehetne, akkor megyek körülbelül 1 kilométert, és azon belül még 4 helyet tudok neked mondani, ahol van házi tej, ahol van kecsketej, például olyan is van. Én mindig azt gondolom, azért mondtam az előbb a lustaságot, hogy szét kell nézni, húsárút is lehet olyat kapni, ami csak el kell menni, oda kell menni, és le kell ellenőrizni, hogy az tényleg onnan jön-e, ahol. Tehát minden, a fővárosban is igen, vannak ilyen helyek. És ez melyik kerület, amit... A Festői 13. Micsoda szép nem, hely az, hát ne bázzá. Ilyen, nem Buda, e Festői prolik vagyunk, mi mindannyian. 13, kiváló osz kerület, ne csinálj. Érted, azt mégis van házi tejünk. Tehát szerintem mindenütt van, csak egy kicsit menni kéne. Csak egyszerűbb bemenni a boltba, levenni a dobozosat, betenni, azt jó napot kívánok. Meg rengeteg helyen egyébként hiperek mellett is vannak már automaták, ahol hozzá lehet jutni. Házi tejhez. Emlőmirigy váladékhoz. Igen. Gyerekek, sajnos egyébként a tejet iszol emlőmirigy váladékot. Veszel magadhoz nagy üzemben. Mi volt ma reggeli? Ezt imádom. Nekem kukoricakása volt, datolja lekvárral, és egy hát néhány banánkarikát is. Megbolgatottad. Bűröztél azért. Banánkarikával az iskoládat. Hát figyeljünk oda, mert nagyon kezdesz el szemtelni néhány banánkarikával a kutyafáját. Megmondom őszintén, hogy ez még nem volt minden, mert a bourbon vaníliát is tettem bele. Na most már. Azért elnézést kérem. Fúj! Te azért, hedonista állat! Te élet élvező, te hihetetlen vagy, de azért van veres hagyma a tarisznyában. Az lesz a zenét. Ha bármi kérdés van, elmentes övezet kukacmorningshow.hu, jó, ez az e-mail cím. Gábor abszolút nagyon lelkesen, szinte grafomán módon megválaszol minden e-mailt. Allergiákkal kapcsolatban gyerekétkeztetés, mindenféle betegség bajra nagyon szívesen egy válaszol. Egy kicsit türelmet most még kérek, mert 120 levél érkezett, és igyekszem válaszolni ezekre. Hát jó, hát ismerlek, nekem is egy mondatot négy oldalban írsz le, tehát szeretsz te ezekre válaszolni. Jó, elmentes a vezet kukacborningshow.hu, ez az e-mail cím, mi pedig jövünk a hármasugrással a hírek után. 10 perc a pontosan, 9 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Hello! Szevasztok, jó reggelt! Igen? Na, mizu. Na, mizu. Nem, mi volt? Flór Tomi, vagy ki volt ő? Flór Tomi. Ugye ez a mizu az ő volt, a Flór. Flór Tomi volt, így van. Gyerekek, hát mit találtam? Na mit? Az a baj, megint azt fogjátok mondani, hogy... Hol? A gatyádban? Hát, de... Nem figyelek oda rád, mindig bedobsz egy poént. Nem. Megint hol vannak az emberek a kékesről? Most nézem a webkamer. Az előbb itt volt 5 ember. El lehet, hogy ja, bocsáss meg, csak hát érted azért. Hogy... sikerült egy fotót elkapnom a téli olimpikonok küldöttségéből, akik ugye hát nagy erőkkel megszállják majd Szocsit, és összemérik tudásukat a téli ötkarikás játékokon. Hát gyerekek! Jól állunk? Mármit attól függ, hogy miben. Ez most nem akarok én semmit, de Jani, te, aki azért finoman szólva se vagy egy divatikon. Azt gondolom, hogy még igazából tapintatos is voltál, de lehetél volna durvább. Tehát nem vagy egyfajta stílusikor. Hát, hogy lehet ezeket az embereket, szegényeket így fölöltöztetni? Na, de tényleg. Hát csak ide Mr. Turinak. Hogy komolyan mondom, összehasonlítod, ha megnézed az interneten a németeket, a franciákat, a hollandokat, hogy milyen elképesztően jó szerelésébe megy, az összes magyar nőt fölöltöztették ilyen alulöltözött navosnak, ilyen rettenetesen rondán, illetve még esetleg BKV ellenőrnek, ilyen garbószerű, valami nagyon szoros felső, kis kosztüm, olyan színben, ami nincs Multime. A ruhagyártásban. Tehát ez effektíve nem létezik, ezt úgy kellett festékszóróval kikavarni. Az anyja, úristeni gyerek. Hogyha láttatok már tényleg rondát, szegények, hát... közben például összehasonlítod a németekkel,
majd megmutatom, mi mennek a németek. Az valami elképesztő. Hát mondjuk én az valami elképesztő. Első rendezését tényleg azt gondolom, hogy ha megjelenének a könyvelünk háza előtt, akkor rögtön elkezdődő összekészíteni a 5 évre visszamerülő összeszámlát és bizonylatot. Az biztos, hogy ő elmegy elköszönni a családjától, ott többen adóellenőrt kiáltanak. És miért férfi zakókat kaptak a hölgyek? Mert ez volt raktár. Elképesztő. Kaptak volna. Tehát a németekre ráadták ugye a német zászlót a fölül fekete, most nem mondjuk Schwarz-Rot-Gold. Igen, középen vörös, alul ugye citromsárga, és ennek megfelelően ők egyébként egy ilyen némete színen brutális, virító, villogó narancssárga nadrág, kék, zöld, citromsárga kabát, a csajoknak narancssárga sapka, a pasiknak fekete sapka, baromi jól néznek ki, és az egész ilyen télies, mint egy sínadrág, vagy egy síkabát. Őket meg kiküldtük ebben a háromgombos ilyen valamiben. Kis kosztüm, nagyon. Kis kosztümben, igen. Hát rácsoljuk meg a Harvey Mihályra, hogy maradt-e valami az 50-es évek Stuart eszeitől. Tehát a Malév egyeruhát festették el? Hát nekem igen. Atya Isten. Sőt, hát nem is annyira Malév, hanem Maszov lett. Biztos valaki tervezte ezt is, ugye, mert szoktak ilyenkor kiírni pályázatot, nem? Igen. Az igen. Ilyen olimpiai rucikra. Meg kéne kérdezni, hogy mire gondoltam, vagy volt egy régi 70-es évekbeli terv. De lehet, hogy a Istenem, remélem nem az a divat tervezőt csinálta, aki mert nem olyan jó viszonyú. Hát én megremélem. Én megremélem, hogy imádom az ilyeneket. Nem nyújtam bele abban. Nem tudjuk, ki csinálta. Laci, nézd már meg, ki csinálta. Nézd már meg, ki csinálta. Laci a téli olimpikonyaink ruháját, mert akkor viszont nagyon-nagyon szép. Tehát most, ahogy nézem. Mutasd csak, várjál. Nézd meg újra. Hát gyönyörű. Ja, ez az a kép, amit nézni kell. Kik ezek alatt a németek? Figyelj, hallod? Ez nagyon-nagyon jól néz ki. Ne, Istenem adta, hogy ne viszont annak örülök, hogy a nyakkendőkből maradt egy csomó anyag. Dízsebkendője. A hölgyek dízsebkendője. A férfiakon vastag, az a nagyon ronda, nagyon vastag nyakkendő, tudod, ami... Ja, ott hideg van, Balázs. Jó, ez nyaksának is jó lesz, igen. Az a 6 centis széles, vörös, nagy csomós nyakkendő, tudod, tehát így 16 éve senki nem hord már ilyet. De ez a kis fekete csaj azért. Tessék? Ez a kis fekete csaj azért. Na most megint meghallottad a lényeget. Ja. Na mindegy, szóval, hogy szép. Állam, egy női ruhász csak felesleges nyűg nekem. Csak egy csomagolásod, ki kell bontanod, igen. Istenem, add, hogy ne ő legyen, add, hogy ne ő legyen. Nem írják sehol azt, hogy a Laci jó van. Nem á. Biztos megvan valahol. Nem ő tervezte szerintem. Most akkor milliókat tanúk arra, hogy először bántottam a ruhát, és utána tudjuk majd meg, hogy ki a tervező. Jó, de te már tudod, hogy ezt tudtad. Beírom azt akkor, hogy Szocsi, formaruha, és néni. Te hülye vagy, még ezt is kimondod megint? Hát te normális, akkor viszont nem mondod ki. Mit mondod ki? Semmit. Jó, oké. Okay. Miért? Itt vannak nénik és bácsik a képen. Igen, jó, nem én voltam. Na jó, van, megint nagy bajba kevertük magunkat. Hármas ugrást játszunk, jó? Amíg nem találjuk meg, hogy ki tervezte ruhákat, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Nyájas jó reggelt kívánom. Üdvözlöm a nyájas olvasót és hallgatót. Hello, Dávid! Hello. Ja, nem Dávid, mi még az előző játékosunk. Anna, mi van? Megcsúsztál? Pletykálgatás. Tudod, ilyenkor 9 előtt mindig van egy ilyen játék. És nézzél, húgatok, nem ő volt, a vonal, meg a persze. Nem kell, hogy pletykálni. Aha. Pisti lenne itt egyébként, aki Bicskén van és beteg. Jobbulást kívánunk neki akkor is, hogy nem tudunk egymással kapcsolatban létesíteni, igen. Meg volt, nincs meg? Pisti? Ő tervezte? Ja. Igen. Na, itt van velünk Pisti már is. Nincs itt, hát. Na, most már itt van velünk Pisti már is, most már itt van. Pisti, halló? Halló. Halló, Pisti, hát eltűntél. Sziasztok, fiúk. Igen, itt az éterben. Megszakadtál egy pillanatra. Pisti, honnan hívsz minket? Bicskéről telefonálok. Ja, tényleg. És beteg vagy? Igen, otthon fekszek, ápolgatnak. Na, mi tört, de valami komoly, nem komoly? Hát szerintem azt az első hullám influenzát kaptam el. Ami most jön. Igen. Uh-huh. Jó, de ápol valaki? Igen, a párom meg a szomszéd asszonyát most átnál hallotta, hogy játszani fogunk, úgyhogy segítenek. Jó, ja, tényleg? Összegyűltött mindenki? Igen, ők is itt vannak. Jó, de mi, lázad van, meg ilyenek?
Hát lázam még nincsen, orrom folyik, torkon fáj, szédülgetek, de a kezdődő. Influenza. Mi megcsíptük. Te kellemetlen, de legalább most majd a szomszédasszony is hazaviszi. Micsoda önfeláldozás, hogy átjön segíteni, igen. Ő még nem sejti, hogy délután már ő is érezni fogja a tüneteket. Hát az asszony elsősorban szerintem, csak hát tudták, hallották, hogy játszani fogunk, mert hívott Anna, aztán szóltunk neki gyorsan, hogyha tudnak, akkor jönnek, hogy minél többen legyünk, hogy segítsenek. Mit dolgozol, Pisti, egyébként? Mit csinálsz? Hát én egy ilyen tejfeldolgozó üzemben dolgozom, szállítom ki tulajdonképpen ezekhez az automatákhoz a friss tejet. Na! Emlőmirigy váladékot szállítasz. Pont megemlítettünk benneteket, illetve hát ugye igen, a automatákat, ezt szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, ez a termelőknek is jó. Igen, meg olcsóbb is, mint ez a biotájnak nevezett valami, ami igazság szerint szerintem azért nem veszik meg sokan, mert az minden, csak nem tudjuk igazolni azt, ugye, hogy ez tényleg onnan való, ahonnan állítja a doboz. Tehát itt meg egyértelmű, mert az automatába betöltöm reggel, úgyhogy meg néhány állomásál is tenni kimarad, és ezért lehet olcsóbb is, mert hogy rögtön igen. A termelőtől rögtön a fogyasztóhoz kerül, és ez tök jó. Pontosan. Igen. Na, milyenek a kérdések, Jani? Hát, srácok, szerintem egyáltalán nem nehéz. Ez így volt, ez tegnap is, aztán igen. El is akadt a másodiknál. Az első egyáltalán nem nehéz. Igen. Na menjünk, jó, dedikált nyakbalkasztóért, így szól az első kérdés. Melyik hazai énekesnő slágere a Ragyog a szívem? A fekete vonatos Fatimája. Így van. Mohamed Fatima, igen. Fatima. Így van. Mondjuk a hazait nem tudom, minek raktam bele, ha az a cím, hogy Ragyog a szívem, de nem baj. A kérdés érthető volt így is. Feri nagyon szereti egyébként. Nagyon ő jó. Ő tanulta meg elsőnek a refrént. Miután 5000 egyére meghallgattam a végét. Mehetünk tovább? Igen, próbáljuk még a másodikat. Így szól a második kérdés, dedikált Szatyorért. Melyik várvédelme közben halt hősi halál Szondi György? Hogy is van ez a Hősvár. 1552. 1552 nem lehet, 1552 Eger, gyerekek. Azt most így fejből megmondom, igen? Hogy 1552 Eger. Ja, az biztos, hogy nem. 1552 Eger. Ide a bököd, kis tesó. Azt tudom fejből. Laci, fenjétek meg a kést és hozzátok be. Na, egy nagy segberugás. Jó? Egy büdös nagy segberúgás. 1552 Eger, gyerekek, nem hát. Drégely. Megmondom neked, Drégely, az... hát az nem 52. Hát Szondi 1552-ben halt meg, tehát hogyha ha esetleg mégis megúszta, akkor arany kamuzott. 1222 aranybula, azt tuti. Igen. Igen, jó, és 1848 március 15. Igen. Aranybula megújítása, na, az már meredekebb. Uh-huh. Így van. 1224. Nem, 1351. Akkor nem nyertem. És mi annál is meredekebb? Na, a kékestető. Ahogy nem is jel. Oké. Mehetünk? Most azt nem tudom, akkor bumbozni meg lehet? Hát az mindig tudod, ott van, a haza, harmadik kérdés után ott meg, van. Menjél, akkor állj meg. Perc, akkor nézzük. Szerintem állj meg. Ne állj, nehogy megállj. Olyan könnyű lesz, röhögni fogsz. Azt meg lehet kérdezni, nem tudom, hogy ez segíts, mivel kapcsolatos? Figyelj, találgathatsz majd. Nem, igazából kitalálhatod. Csak igen. Ne kapkodj. Nem, inkább nem. Ne csináld! Menj tovább. És elbukom. Ha semmi bajod, nem lesz, röhögni fogsz a kérdésem. Ne izgass magad, beteg vagy, így is le van nyengülve az immunrendszered. Ne, ezt tudod. Így szól a harmadik kérdés, sapkáért. Milyen élőlény a gyurgyalag? Megkapkodj. Szárnya van? Nem, ez a barkóba, hát ne csináld. Hát nem. Azt mondtál, hogy találgathatok. Gyurgyalag. Nincs, egyet mondhatsz. De jól gondold meg. Nem kapkodnám el. Gyurgyalag. Ja, ne csináld ezt vele. Nem sietném el azt a választ. De nyomjad. Na. Madár. Ha persze! Mondtam, hogy nehogy megállj! Hú. De jó, köszönöm szépen. Jaj. Madár, így van, szép volt. Köszönöm szépen. Szép volt. Nagyon ügyes jó. Vagy. Jó van. Hogy megnyugodtunk mindannyian? Meg az iskolát. Értem, hogy elbukja. Pistikém, jobbulást kívánunk neked, gyújtjunk meg. Nagyon köszönjük. Jó? Köszönjük szépen. Sziasztok, srácok. Hello. Hello, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van. 9 óra múlt pontosan, 1 perccel jönnek újra a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk. 9 óra múlt 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Hello, sziasztok. Hello drága Morning Show hallgatók, jó reggelt mindenkinek.
azt hiszem kiköszöntem magam, nem tudom, hogy igen. Itt nincs más lehetőség. Azt mondom, hogy ebben nincs több kör, hogy érzitek. Ezt a csöbröt kiürítetted. Én is úgy gondolom, hogy, hogy beköszöntem, na hát megérkeztünk. Nézzük egy-két közlekedési hírt. Sopronban szakad a hó, ezt Matyi üzente. Nincs utcára 62-esen. Tibi apu üzente nekünk. Sopronban szakad a hó, ezt elküldték többen. Köszönjük szépen. Mérnek a Debrecent és a Bocskai kertet összekötő M3-as elkerülő Debrecen felüli végén a közúti ellenőrző sávban a Bocskai kert felől érkezőket méghozzá üdv Lackó. Korrekt? Egészen pontos. Nagyon jó. Gyerekek, hol a Jenő? Ilyenkor, itt reggel? Nem, gondolom tegnap este? Aha. Tegnap este nem volt a Jenő? Ja, úgy lehet, és akkor most jött át. Aha. Igen, vagy tőlünk kérdezik. Nem tudjuk, hogy hol van a Jenő, de ha megtudunk valamit, akkor mondjuk valószínűleg lehet szegény lebetegedett. M1-es 101-es kilométernél Győr felé rendőr Audi áll lesben, ezt Laja küldte nekünk. Köszönjük szépen, és M3-as Debrecen felé a 170-es kilométertől félelmetes köd van, látótávolság helyenként 20 méter, óvatosan mindenki. Totya üzente. Mindkettőnknek igaza lett, tehát vagy nulla, vagy egy közös fenéberúgás, mert 1552 Eger, de 1552 Drégei. Nem, és igen, a mondat a teszádból hangzott el, Balázs, egy bitangnak berúgásban fogunk fogadni. Egyezünk ki döntetlenbe. Hiszen Eger is 1552-ben volt. Ott fut a gyáva. Elfutsz, megmenekülsz. Csináljuk azt, hogy annyi engedményt teszek, hogy mondjuk így megválasztatod, hogy kirúgjon segbe, én vagy a Feri. Hát a 46-oska azért az sújtó lég. De nagyobb felületen oszlik el. Ez mondjuk igaz. Jó, de én csörrel rúgok. Ja, mondjuk tényleg. Az a baj, és izé Martens van rajta, tudod, igen, az acélbetétes. És az Eferi mindig spicces. Az megérkezik, az csúnya rombolás hajt végre. Igen. Az azonnal felperzsel ott mindent, amit ér. Na. De hülye vagyok, nem is kellett volna mondanom. Hát most ez túl korrekt vagyok, hogy ezt szóba hoztam. Szóba hoztuk volna. Szóba hoztátok volna? Hát igen, nem, többször gyűjtöttem szóra a számot, nem levegőt akartam venni rajta, nem ezt akartam mondani, hogy 1552. Na, szerintem essünk túl rajta, dőj be, Jani, menj oda, közel a mikrofont, halljuk a puffanást, gyerünk. Ja, most? Hát mit most, mikor? Most hát persze. Bohockodunk már gyorsan, letudjuk azt kész, érted? Gyerekek. Van, zsiványbecsület is van a világon, érted? Siklós Erik hívott, egy nagyon fontos dolgot el kell mondani. Majd az olimpiai ruhámat. Jó, gyere, rúgjál seg. Na, most, jó. Ja, még jó, a tehát még ő lesz a hibán. Jó, most mondtam, akkor hogy... gyere és alázd meg nyugodtan, persze. Éj vissza, kiszolgáltatottságunk. Ahelyett, hogy dicsérnétek, hogy 1552 milyen szép megfejtés, hogy rámondtam fejből, hogy Eger, milyen szép megfejtés. Gyönyörű. Erre mit érdemlek, gyönyörű, hogy okoskodom egy segberúgát? Igen, na, kérem szépen, akkor adjál neki. Ah, de jó volt! Új, de szép volt! Kellett nekem itt okoskodnom, hogy Eger. Milyen szép megfejtés, mondta valapista, ugye? Hogy milyen szép kérdés. Viszont egyre jobban érzetik a tenisz. Tök jó, kemény volt a segged. Megfogod még rám pincét, rám Markoz? Nem, még egyet rárúgnénk ballal is. De ugye, hogy így lepattant róla a kis megfájtult a belsőm. Na, szóval Siklós Erikkel beszéltem. Igen? És elmondta, hogy ez nem a bevonuló ruha. Aha, hanem. Mert ugye ők nem katonák. Igen, tehát nem ebben vonulnak. Ez csak egy közös fotóra készült, de hogy van külön bevonuló ruha, és azt én átküldtem az e-mail címet, és azt mindjárt átküldi nekünk. Aha, ennyire menő a magyar csapat, hogy van egy több külön fényképező. Igen, tehát ez a hivatalos, mit tudom, a sajtóesemény, vagy valahol megjelennek, ott lefotózzák őket, de nyilván nem ebbe vonulnak be, hiszen ott hideg van, és lesz majd rájuk valami színes ruha. Aha. Amit mondtam, hogy Eriknek mondtam, hogy nem tudom megígérni, hogy most arról jót mondok, de hogy mi csak ezt láttuk. Hát látnod kell, hát őszinte ember, persze. Hát most igen, én azt mondtam, hogy ez egy szubjektív dolog, hát nem volt. De ez jó ez a két ruha, csak én edzek és alszok ugyanabban melegítően a drágon. Igen, igen. Hát jó, de ott azért bevonulnak egy olimpiára. Na, egy nagyon érdekes dolog történt Kínában, méghozzá potyázó utas lepteztek te a kínai reptéren. És... megvette az első osztályra szóló jegyet, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet, hogy ez hogy történhetett, de a VIP váró szolgáltatásait élvezte. Közel egy évig csinálta, mire valakinek feltűnt, hogy eszik-iszik, de nem repül. Nagyon jó. Hmm. De egy évig bent élt a terminálon. Minden nap bement, minden nap fogyasztott, de soha nem repült el.
És azt mondják, hogy az utazás időpontját több mint háromszor módosította a repjegy tulajdonosa, hogy minden nap be tudjon vele menni az üzlet és az első osztályon utazó számára fenntartott váróba, ahol ugye ingyenes finom falatok várták. Hmm. A többi utas ellenetétben emberünk azonban nem szállt fel a repülőre, amikor szólították őket. Amikor pedig a jegy érvényessége a végéhez közeledett, a találékony utas állítólag egyszerűen visszamondta, és visszakérte az árát, mondván mégsem szeretne repülni. Aha. Ez a China Eastern Airlines aha. vonalán történt meg egyébként. Tehát maga a sztori nagyon jó egyébként, hogy bemész ingyen kajálni, mert ugye egy bizonyos repjegy után, tehát hogyha ilyen bizniszt veszel, vagy vannak azt hiszem különböző kártyák, és lehet használni ezt a várod, de azt vissza lehet mondani a jegyet. Na de várjál, hogy van ez? Hogy történik ez egy reptéren? Szerintem nem tudod visszamondani. Hát nem úgy van, hogy te megveszed a repülőjegyet. Oda mész, becsekkolsz. Igen. Azért kapsz egy beszállókártyát. A beszállókártyával te bemész tranziton belülre. Uh-huh. Ott már bemehetsz a VIP-be. És a általában ezek a lounge-ok, ugye ezek a tranziton belül vannak, de ott neked már beszállókártyád van. Na most, ha a beszállókártyával te utána nem utazol el... És ha te... szólsz, hogy nem tudok, most kaptam a telefont, mégse tudok utazni, lehet, hogy ez ilyen business osztály, és abban benne van az, hogy vissza lehet cserélni a jegyet. Én nem tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nekem úgy rémlik, hogy a Feri 1-2-n úgy volt, hogy a családod a bekísérhetett ebbe a VIP részlegbe, és akkor utána elbúcsúztunk, és akkor hogy? Te mikor voltál VIP-be? Hát kérdezem, hogy téged kísértek, vagy te mentél a VIP részbe? Én eltévedtem. Eltévedtem. De volt egy leértékelés a reptéren, amiért kimentetek Mónikával, hogy mit csináltatok te repülőtéren? Nehezen tudom elképzelni. Egy bizét, egy vödröt, meg egy villedafejes partvist. Takarítanak át. Volt rajtam egy névtábla, és minek azt mondta, hogy takarít, vagy nem. Őszintén megmondom. Mert te meg a reptér nem jöttök össze nagyon. Tehát az nem a természetes közeged mondhatni. Hát nincs ezzel baj, csak mondom, hogy hát azért téged ritkán láttunk reptéren. Egy kedvenc koreai szórakozat elektronikai cégem intézte, amikor mentünk ki, ugye utaztunk ki. Tényleg? Londonba, futni az olimpiai lánggal, és akkor. Aztán később a birtokomba került, hogy nem, szinte mondom, tényleg egy indokolatlanul komoly bankkártya, ami mögött egyébként nincsen anyagi fedezet, csak mondom, mert nem hallgatom. És annak van egy ilyen szolgáltatása, hogy tartozik az egy ilyen szolgáltatás, hogy bemehetek oda kajálni, meg piálni, amíg indul a repülőgépem, amire én nem szállok föl, hiszen nem megyek külföldre. Tehát nekem, ha ez megoldható, akkor ez egy tökéletes napi kis rutin lehetne. Érted? De nem reggeli, ebéd, vacsora, de szerintem, Jani, az is... De nem, hát ilyen alapon akkor mindenki kimenne a reptér, és bemenne a bankkártyával. Annak muszáj tranziton belül lennie, hogy oda te csak érvényes beszállókártyával mehess be. Hát akkor szerzek egy jegyet. Hát igen, veszel egy jegyet. 60 000 ezért utána a hülyének is megérjenni két pogácsát, meg ingyen wifizni egy fél órát. Tehát abszolút jó biznisz. Hát lent keresek valakit, vagy pedig valami ismerős, aki rendszeresen kijár valóba külföldre. És mit csomagol neked? Nem tudsz vele bemenni. De nem tudsz vele bemenni. Nem tudnék. Csak becsekkolás után igen, lehet akkor. Tehát bemész, odamész a pulthoz, becsekkolsz, ott a repülőjegydért cserébe kapsz egy beszállókártyát, ami a saját nevedre szól. Átmész egy ellenőrző ponton, becsekkolsz, tehát bemész a tranzitba, és amikor belépsz ebbe a lounge-ba, akkor ugye felmutatod a beszálló kártyádat, és ahhoz képest téged oda beengednek, vagy nem engednek be. Van külön first class, business class, mit tudom én. És miért fáj neki annyira az a pár nyomorult pogácsa, amit ott megennék? Nem fáj, ezzel akarnak különbséget tenni az általános, meg a business között, hogy érezze a business, hogy már a tranzitban is kicsit kiemeltebb. Tehát te utcáról egy sima kártyával soha nem jutsz be a lunchba, mert akkor mindenki kijárna oda ebédelni, akinek van ilyen bankkártyája. Az nem lehet. Akkor hogy jutott be a kínai? Hát volt jegye. Na de ha már akkor te visszaváltod a beszállókártyádat, hogy mégse repülsz el? Benne van egy a kínai légitársaság biznisz osztályában, és simán kinézem, hogy ott meg lehet azt csinálni, hogy felszesett 5 perccel azt mondod, hogy bocs, mégsem megyek. Kérem a pénzt. Bemész, eszel, visszaváltod a beszt, kijössz a tranzitból. És megint eszek, és megint iszok. Az is necces kijönni, kifelé jönni, ugye baromi nehéz, tehát azért az is küldje ki nem sétálsz már csak olyan könnyen a tranzitból. Kijössz, és azt mondod, hogy mégse repülnél el, holnap újra bemész. Aha. Átfoglalod a jegyet holnapra. Biznisz, ugyanúgy. Biznisz, lehet, hogy benne van a lehetőség. Nem kérded vissza a lóvét, hanem azt mondod, hogy úgy gyerekek, mi is tudok ma menni, holnap ugyanerre a gépre, a biznisz osztályra foglaljuk át. Jó, foglaljuk át, puff. Ennek utána kell néznem. Tőlünk csak egy köpés a Feri 1-2. Hol vagy, Jani? Le kell tennem, kajálok a bizniszbe. Hagyjál már, éppen csomagoltatok a bizniszbe. Na ezért így potyázni, ez... Ez elegáns szerintem. Ez tudtam, hogy neked erre felcsinálom a szemet, hogy ez tetszik. De várjál,
Mi az, hogy potyázol? Hát ez egy szolgáltatás, ami jár neked, amit használsz. Na de gondoljunk azért egy éven keresztül zabálsz a bizniszbe, és nem utazol el, tehát azért a pitjárelségnek is van határa. Tehát van, ez... hát, de hol van az még tőle? De milyen messze van ez még ettől az ügytől, ugye? Na, soha nem csinálnám. De én, tehát ez megint nem arról szól, hogy valaki éhes és ételt lop, hanem arról szól, hogy tarhált ecet édesebb a méznél, ahogy tartja a mondás, egy repülőjegy árát zabáljuk le hülye módon. Tudod, hogy mennyien a az éves díja? Egyébként megtessék. Egyrészt, jó, hát igyál még két domperinyont, azt már meg is vagy bent a lounge-ba. Egy nagyon, nagyon kedves, hogy beszélt rá. Tehát azóta is jó kapcsolatban vagyunk egymás, nem feltétlenül szoktam kihasználni minden egyes szolgáltatást, viszont ezekért a szolgáltatásokért fizetek. Kezdek arra gondolni, hogy ez nem is egy kínai volt, hanem egy ilyen kis, tehát fölraktál valamilyen lampiont a fejedre, azt besétáltál. Nagyon korán keltem, és csíkkel volt szűkölve a szemem. Nem, és a másik pedig az, gondolj bele, hogy hányan nem használják ki ezt a szolgáltatást. Hogy te olyan előzékeny vagy, hogy leeszed a többiek helyet, így van. És naponta átbukkoltatod a repjegyedet csak azért, hogy te egyébként a többiek helyet leedd a fogácsát. Biztos vagyok benne, hogy esténként mindig sírva, szomorúan söprik be a szemetesbe, vagy küldik el, ahova le lehet küldni, mert ugye a disznóknak már nem lehet a sok megszáradt cikkat fogácsát. Ma se jött senki, ma se ette meg senki a kis zserbókat. És ki kell dobni. Igen. Te voltál már ilyen VIP váróban? Mit adnak ott? Voltam már egyszer, mikor közösen mentünk. Nem voltam, mert te turista osztály. Hülye a kérdés, jaj Isten. Gyerekek, hülye az, most komolyan mondom. Ha nem vagy dollármilliómos, az, hogy most egy jobb kaját tegye, meg ki tud nyújtani a lábad, ezért négyszeres repülőjegy árat kifizetni. Én mindenhol turista osztályon megyek. De tényleg. Aha. Mindenhova. Bárhol megyünk a család, én nem vagyok hajlandó, nem anyagiasság, ez nem éri meg. Tehát, hogy szerintem nyilván egy életérzés bizniszen ülni, de most csak azért, hogy igyak üvegpohár vagy üvegpesgőt, és a nem tudom hány ezer fontos repülőjének az ötszörösét fizest ki, hogy ott készcsúvi körbeugrál, szerintem ez pénzkidobás. Tehát, csak mindig rokon ül előtted, mert őt nem zavarja a vállaimon a lábon. A turista osztályon ugyanúgy ki tudom nyújtani a lábon. Nem, soha nem utazom bizniszen. Egyszer volt, amikor az RTL nagyon gáláns volt. És repültünk Argentinába, aha, ez még a válság előtt volt, és azt mondták, hogy hosszú az út, műsorvezetők vagyunk. Hát gesztus gyakoroltak nekünk, mi elutaztunk Budapestről Frankfurtba, aha, és Frankfurtból elmentünk São Paulóba, onnan még São Paulóból lerepültünk Iguaçuba, és onnan még vártánk egy 4 órás autót, tehát egy a 28 órát utaztunk körülbelül. És ott a Frankfurt São Paulót bizniszen utaztuk a Jánossal. Hát Jánost különös élmény volt látni. Hát ezen. Megvan videón egyébként. Megvan, levideóztuk az egészet. Figyelj, a világ legdrágább játszóháza volt. Ott ráadásul néztek 747-es, minket üzletemberek, tudod. 747-es Jumbo, tudod, az elejébe mész. Tehát ugye elsőként szállsz be, márad egy életérzés, ugye a bizniszbe előbb száll be, mint a turista. A jó érzés. Mi utoljára szálltunk be, mert János elhagyta a beszállókártyáját. Tehát így indult, hogy már piros zászlót rengeteg, hogyha most nincs meg a beszállókártya, ott ragadunk Frankfurtba. Csodálatos élmény volt. Az ülés alatt megtaláltuk, beszálltunk, balra mész, tehát jobbra a turista osztály, tehát van benne egy életérzés. Kicsit azért. Kicsit odaintesz, szevasztok, jó szórakozás. Ha föl kell, gondolok rá, az egy élet, tényleg egy életérzés. Beülsz, étlapról választasz. Aha. Tehát, hogy jó, szerintem ötszörös árat nem ér meg, de így azért egyszer jó volt. Millió gomb, hát Mr. Bean az egész, tudod. Gombok nyomsz. Előre, fekszel, ülsz, fekszel. Az Atlanti óceán fölött voltunk, én már 6-szor tetriszeztem, 4 filmet megnéztem, még csak ezt halltam át róla. A felszállásig egyszerre feküdtünk, egyszerre keltünk, mert csak azt nyomkodtuk, tudod, öltönyös üzletemberek, német bankárok, tudod, de Jani a kis kecsua pulcsiába, én a kis kinőtt farmerem, mert ott üldegetem, nagyon jó volt, és már hülyenek, ez mit csinál ez a két? Viszont lement viszintesbe az ágy. Igen. Azért az, amikor megkapod az ágy, nem üt, betakarod magad, és úgy hirtelen úgy megriadsz egy 10 óra múlva a reggelihez, kicsit morzosan nézel a stewardessre, hogy fölébresztett, az jó tud lenni. Azért az nem volt rossz. Szálaszpesgő, soft porno. Ja, kirakta el az étkészletet a bizniszről, ki az, aki a kis tálkákat is elcsomagolta, ki az, aki a hányózacskotok ezen, mondom, Jani, mondom nekem, minek neked ez a műanyag tálka? Jó lesz, ez még valamire. Elkérte az én tálkámat is, becsomagolta az étkészletet, a műanyag tálkát, a hányózacskot. Úgy szálltunk le, hogy egy kézipodgyász és három ilyen doggy bag szatyorra mindent elvett. És jó lett? Jó lett minden máskor, egyes székhez lett. Tartozik egy kis csomagocska. De ne, a Lufthansa oda beteszi. Az most teszi az oda, mert egy útra van egy utasnak, érted? És a hülye meg mellettem ott hagyta. Hát persze, hogy elhoztam. Érted? Behozom holnap? Van egy bontatlan még mindig. Ne! Nagyon kell, János. Én évekig kerestem a Frankfurt úton. Nagyon kíváncsi. De mi van? Mi nincs? Eltettem. Hát az első osztályú csomag.
kis. Tudom, hát tudom, én loptam még ki neked, mert az is kellett. Tudom. Kis kék Lufthansa-s kis táska, minden benne van bontatlanul, ugyanúgy, ahogy elhoztam. Hát, ha még valamikor szemlekötő volt benne, ugye az alváshoz volt benne fogkrém, volt benne fogkefe, volt benne füldugó. Srácok, ott hagyta a hülyem el. Ott hagyta a hülyem. De ötszörös árat egyébként tényleg nem igen, 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 egyébként az övé már ki volt bontva, úgyhogy amikor mentünk előre, hogy szálljunk le a gépről, akkor még megnéztem. De tényleg egyébként két-hármat, és akkor úgy találtam, hogy bontatlan, azt hoztam el. Kicsit ott még körbe túrtál a bizniszen? De miért nem raktál még két papucsot, egy pokrócot, valahogy azért találsz még érdekességeket. Mert már mindegy, igre. Papucs is volt, tényleg. Ne, elraktad a papucsot. Volt papucs is, papucsot is hoztam. Nem áll. Adnak papucsot is adnak egyébként. Papucsot elég is. Elegáns a sztori, tehát tényleg jó. Egyszer ki kell próbálni. Kicsit úzták a szájukat, amikor nekem is ki kellett fizetni egyébként a bizniszt, csak meghallottam ugye, hogy ő is fogja. Aha, és jó, ne, most szemét, hogy nem is húzták a szájukat. Tök korrekten neked is kifizették. Ja, akkor mosolyogtak, csak félrét. Te egy olyan rohadék vagy. Az egy nagyon gálás. Jó, és amikor a szüvi az ébredés után el akarta vinni a takarót, akkor az egy kicsit húzakodtál, hogy ez így. Én arra ébredtem, hogy mögöttem birkóznak, mondom, Jani, engede, van nálam még három, ad neki, hogy nyugodtan. Már kettőt elcsomagoltam. Neked is van az ülés alatt, neveddel tőle. Én nagyon jó volt. Jó, ezek jó, igen, igen. Egyszer egy életért. És hát a Wall Street farkasát írja valaki, hogy úgy kell utazni bizniszen, egyébként tényleg, mikor már lekötöz a SUV, annyira készen vagy, és akkor a buli van. Na de utána fogunk nézni ennek, hogy itt mit lehet. Mit lehet itt a Feri 1-2-n beújítani. Tranziton belül van szerintem. Jó, nézzük meg azt, hogy kinek van a társaságában, ugye mindenki is ismeri a potyázó típust. Hogy írjanak nekünk olyan hallgatóink, akiknek van olyan ember a társaságában, aki közös fizetésnél mindig hátra marad. A számlakikérésnél, közös pénz összedobásánál valahogy sose ad bele. Ugye megvan ez a típus. Hogy valahogy mindig úgy próbál potyázni, úgy próbál kibújni a fizetés alól, úgy csűri, csavarja a számlát, hogy végül ő az összegyűjtő ember, és neki már nem kell semmit beadni. Vagy képtelenség belőle kicsikarni borravalót. Hol lehet még potyázni az élet, mely területeken még, amikor így tudod, így megpróbálod úgy alakítani, hogy, hogy neked jó legyen. Étteremben beleeszel, átveszed. Nem? Van ez a típus, aki valahogy tudod, hogy van nála pénz, de nem akarja fölváltani. Közös albérletben mindig a rezsit te fizeted, és a másik nem. Igen, valahogy megpróbál a dologból kibújni, visszakérni, tudom én, 50 fillért, 1 forintot. Van ez a típus. Áll ez a potyázó típus. Áll az automata előtt, nem akkor kávézik, amikor ő szeretne, hanem amikor jön valaki. Igen, 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 igen. Az enyémet nem veszi, de a százasomat hívj már. Hát rohadt élet, hogy van nálad egy százas. Jó, ezeket a nagy potyázókat keressük minden társaságban, legalább egy van ilyen, vagy mindenki ismer egy ilyen embert, hogy és miképpen próbálják megúszni a fizetést, vagy egy adott összegért egy kicsit többet szerezni maguknak. Jó, várjuk az SMS-eket, 06-70-645-0000, ez az SMS számunk, jövünk a szünet után. 9 óra múlt 38 percen, hello, mindenkinek jó reggelt, úristen, dőlnek az SMS-ek, ugye potyázós SMS-eket várunk olyan emberekről, akik ugye fizetésnél eltűnnek, előre mennek fizetni, megkérdezik, hogy ki mit iszik, de nem arra gondolnak, hogy ez az ő körük, feltűnően számolják a pénzt, nem akarnak közösen fizetni, cigit kérnek, kávét kérnek. Ugye hát van ez a típus, ez egy ember típus, ezen nem is nagyon lehet mit csinálni. Igazából nem pénzfüggő, vagy nem keresetfüggő, ez habitus függő, ugye? Tehát van, aki 300 000 forintos nettóval csinálja, van, aki 80 000 forintos nettónál. Tehát ez nem arról szól, hogy valaki keveset keres, ez egy ilyen habitus, nem egy lelki hozzáállás, hogy szeret spórolni, szeret máshonnan lecsippentgetni dolgokat. Megbecsülik a pénzt, élelmesik, világos szokták mondani, testvéreid, barátaid, potyázó haverjaid, cimboráid, vértestvéreid. Sziasztok, mintha csak a férjemről beszéltetek volna, szinte fájt, úgy hasított belém a felismerés. Már megismerésködünk, hajnalán sem volt nála soha KP, és mindig olyan helyre mentünk, ahol nem lehet kártyával fizetni. Benyaltam, ennyire egy hallgatom. A kollégám többször meghívott minket sörözni, de amikor fizetni kellett, közölte, hogy nincs nála pénz, ezt jó néhányszor megettük, üzeni G. Az én apukám rendszeresen azt csinálja, hogy bemegy a férjemmel egy helyre, ott megisznak ezt-azt, majd kéri a számlát, és közli a férjemmel, hogy megy picsilni. Ugye ez az a fizetésnél a nagy eltűnés, klasszikus. Igen, és ott maradunk így a többiek, és tök kellemetlen nekik. Hát jön a pincér, már szóltak neki, fizetni szeretnének, ott áll, persze, hogy kifizetik. Igen, barátom soha nem fizetett sehol, fizetésnél addig tapogatta a zsebeit, amíg a többieknek kezdett kínos lenni a pultos nézés, és inkább kifizették a számlát. Hát igen. Az én unokatesom szeret sörözni, csak fizetni nem szeret.
Mindig akkor kell vécére mennie, amikor neki kell kérnie a következő kört. Igazi potyás, írja Hori. Én elítélem azt, aki potyázni szokott, egyébként ezt az SMS-t is a kollégám telefonjáról írom. amíg ő a raktárt takarítja. Ezt Zsiga küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hello lányok, piázni mentünk a haverokkal a bázisra, ittunk is gazdagon este 8-tól reggelig, a parti végén mindenki indul fizetni, mire az egyik srác, aki macskarészek volt sok viszki kólától, hogy ő is fizet, mire a csapos te csak két sört kértél. Ez mire vonatkozik? Ezt nem annyira értem. Kollégám a szódás ballomból mindig megtöltötte az otthonról hozott üvegeket. Ez milyen? De mikor cserélni kellett a ballon, sose adta be az 50 forintot. 90-es évek közepén történt mindez, akkor 100 fölött kerestünk, írja. Na például ez is ez a munkahelyről hazavívés, nem? Vagy elvívés, vagy kicserélés, azért ez is kemény. Igen. Nekem van egy haverom, aki szintén ilyen típus, lementünk 8-an bulizni, majd ő feldobta, hogy mi lenne, ha mindenki fizetne egy kört. Én ültem mellette, a vállamra téve a kezét, mondta, hogy kezdte. Ő lett volna az utolsó, de végén nem, hogy nem fizetett, hanem még a piánkat is megitta, amíg mi a tánctéren loptuk. De ez mi ez? Miről szól, hogy jobb, hogy ingyen van? Ez nem arról szól, hogy nincs valójában pénzed, nem? Ez arról szól, hogy sóher vagy. Szerintem semmi másról nem szól. Tehát ez nem észszerű takarékoskodás. Ez a rohadékság a többiekkel szemben. Tehát ha négyen vagytok, és mindenki fizet egy kört, és a te körödné te elszalad, hogy én már nem iszom közjel, és szomjas vagyok, sietek haza. Én ilyet soha nem szoktam csinálni. Ezért csinálom az összes többit, hogy ott visszajöjjön a pénz. Volt kolléganőm, CSS-ként egyszer felkerült egy sajtós listára, attól kezdve hetente akár többször is megjelenik sajtó eseményeken. Semmi más nem érdekli, csak a sajtójánék, illetve az ingyen kajapia. Ha nem elégedett a vendéglátása, nyíltan szídja a szervezőket vagy a céget. 5 éve él így, üzbetti. Ez is mennyire tipikus, nem? Igen. Amikor azt látod, hogy sajtótájékoztatóan, hogy ott vannak egyébként 20-an, aztán másnap születik 3 darab cikk a 20 különböző sajtóorgánumtól, 3 darab összesen, és csalódottak, amikor azt látják, hogy még üresek a kis ételes bödönök, mert hogy egyébként azt mondták, hogy meleg ebéd lesz, de hogy az ebédet észszerűen csak akkor szolgálják fel, amikor már vége van a sajtótájékoztatónk, mert simán előfordulhatna az, hogy bekajálnak és hazamennek. Sőt, hát ha olyan sajtótájékoztatót csinálsz, ahol van kaja, ott nyíltan többen vannak, mint ahol odaírod, hogy mit tudom én, snack vagy valami. Igen. De akkor legalább írnának nem jönnek róla. El? Tehát nem jönnek el? Az újságírók nagy része általában azért megy, hogy tudjon ingyen kajálni. Nem mindenki, persze nyilván van, aki hivatásból. De a nagy sajtótájékoztatót akarsz, oda kaját kell csinálni. És akkor jönnek. Akkor mindenki ott van. És aztán utána csak írnak róla, de nincs kaja. De ez az, hogy csak írnak róla, még ez se biztos, mert nem írnak. Tehát, hogy én is voltam már olyanon. Ott voltunk, oké, ott voltak rengetegen, másnap sajtószemle, 3 cikk. Aha. Szórakozó hely megnyitó, hogy mit keresett a dörmögődömötör, vagy a kajálni. Persze. Igen. És aztán a 3-ból 2 pedig azt a sajtóközleményt adja le, amit átküldött neki a tévének a PR osztálya. Új kávégépet hoztak a céghez, 1 hete ingyen kávé volt, vagy 1 hét ingyen kávé volt. Volt egy kollégám, másnap befőttes üvegben vitte haza a kávét. Na milyen? Hát, putaság, mert abban kihűl. Termoszba kell. Te már tudod, hova nyúlnál, mi? Egy jó kis új termosz, valami hegymászós termosz, igen. Hát, ez nagyon, nagyon pitjáner, igen. Boltban dolgozom, egy napi vásárlónk, ha az összeg vége 50 forint felett van, inkább kér még egy olcsó csokit, hogy szabaduljon az aprótól, mint hogy hagyna 10-20 forintot borra valónak. Azért ez is milyen kemény, nem? Ikerházban lakunk, ami anyósom nevén van, egyik házrészben mi, a másikban a sógoromék, mi minden közművet megcsináltatunk, a számlák a mi nevükön vannak. Leváltunk, ők meg ülnek a kézben, anyósom nevén minden számla, halmozzák a tartozásokat, és nyugodtan alszanak. Írja Anett. Csipes írja a honlapunkon, hogy az anyósa nála cukor nélkül iszza, mert fogyozik, de amikor átmegy Csipesékhez, akkor habbal is cukolál. Amit még talál. Hát most miért Csipes kicsit fogyozik? Na hát ott is kell azért egy szűnapot tartani, nem? Hát azért ezek is jó. Na jó, tanulságos SMS-ek egyébként. A főnököm ilyen rabbi, meghívott ebédelni, de ő rendelt mindenkinek. Aha, mondván itt nagyon jó a túros tészta. Tehát, hogy berendett mindenkinek egy túros tésztát? Igen. Olcsó étel. Ezt kóstoljátok meg. Itt csinálják a legjobban.
És amúgy itt is a legjobb. Jó, hát most azért érted, hát lehet, hogy jót akart, és tényleg, tényleg jól csinálják. Na jól van, oké. Okay. Nagyon sok SMS, tehát még egészen 10 óráig lehetne ezekből szemezgetni. Ilyen típusú ember egyébként tényleg minden családban, minden társaságban legalább egy megfordul. Hülyeség szerintetek? Nem, jó vagy. A te nem. De most nem kell annyira alá, hogy nyugodtan mondjátok meg, hogy szerintem szívjon az, aki több nem rosszat bocsát ki. Te mondhatjátok, de szerintem ez így igazságos. Hát itt nehéz igazságosnak lenni szerintem ebben a dologban. Mindig vannak így átfedések. Van, igen, akinek, csak... van, akinek meg munkaeszköz a másik, van, aki nem tudja megoldani, hogy bejöjjön tömegközlekedéssel, marha nehéz egy olyan döntést hozni, ami mindenkinek jó ebben. Szerintem a pont a páros páratlan egy ilyen döntés. Hogy nem azért szúrunk ki téged, mert ez vagy az vagy, hanem ma a matematika nem neked kedvezett, holnap neked kedvez, egy napot bírják ki. A fekete cetli és munkaeszköz, igen. És egyébként meg van a karburátorom, le van vizsgáztatva, csak ennyit bocsát ki, mert egy ilyen autón van. Hát akkor most én szívjak 3 napig, míg akinek egyébként nem munkaeszköz. Mi van az éjszakásokkal? Most nyilván, aki beteget szállít... gyalog megy majd de haza? De nem, hát aki beteget szállít, azok valahogy nyilván azok meg tudják oldani. De a fekete matricás sokkal jobban szennyez, mint a zöld. Na? Jobban szervez, igen, csak hát ez mindenkié, ez a város. Ez így igaz. De ha a te autót kevéssé szennyez, mint az enyém, mert az fekete, akkor most te szívsz, te is szívsz. Ma te szívsz, holnap én. Igen. Pedig az enyém 4-szer annyit bocsájt ki, akkor ne én szívjak 2 nap. Szerintem ne. Aha. Mert jó, nem csak a te, jó, mert ha kivesszük azt, ami nem bocsát ki rosszat, és csak azt tesszük be a közös halmazba, ami kibocsátja, attól még nem lesz smogriadó. Tehát a smogriadó azért van, mert ott kicsit én is közlekedem, meg kicsit te is közlekedsz, meg kicsit az is közlekedik, tehát nem csak azoktól van, akik feketék. Ez egy nagy kollektív smogriadó. Jó, csak csodálkoztam, én abszolút veled vagyok. Jó. De jó, jogos kérdés, van, aki így gondolja, ez, és az SMS-eken is látszik, hogy a páros páratlan hülyeség. Hello, Gábor! Jó reggelt mindenkinek. Na most ha azt mondod, hogy az abbaházi Szabin van, akkor megőrül. Most én engedtem el, na. Most én adtam neki szabad napot. Egyébként most írja valaki, hogy ő akkora menő, hogy neki 2 autója van. Van egy páros rendszámú, meg egy páratlan. Azt hittem, egy zöld, meg egy fekete. Egyébként képzeljétek el, tegnap... Sok matricája van, ennyi a megoldás. Egyébként ez is egy fontos téma. Néhány nappal ezelőtt történt. Erre valamilyen nagyon-nagyon érzékeny vagyok. Tehát ez a tilos helyre parkolni, illetve a mozgáskorlátozott parkolóba beállni egy nagy terepjáróval. Persze ilyenkor mindig az a dilemmám, hogy mi van, ha egy olyan ember ül benne, akinek jogos. Az történt ugyanis, hogy egy nagy bevásárlóközpont aljába mentem, és jött egy fehér óriási, nem tudom milyen terepjáró. És kiszállt belőle a fickó a gyönyörű nőjével. Hát láthatóan egyik sem volt mozgássérült. És látták, hogy nagyon szúrós szemmel nézek rájuk, és a fickó rám nézett, azt mondja, hogy este 10 körül volt, vagy ilyen. Szerinted ilyenkor már lehet ide állni? És akkor mondtam neki, hogy ez nem időpont kérdése, ez erkölcsi kérdés. És akkor így ránézett a nőjére, erkölcsi? És beszállt, nem, várj, beszálltak, és tényleg átálltak egy másik helyre. Azt hiszem, hogy erkölcsi, na gyere, menjünk együnk valamit. Igen, lehet az. Ránézett, hogy erkölcsi. Annyira jó, mert ez valamiért, tudom, hogy ti is beszéltetek erről nagyon sokat, biztos a kasza is előhozta. Én nekem ez valamiért annyira szúrja, tehát ha láttok majd lukaskerekű autókat, én leszek az, aki egy bicskával ezeknek kiszurkálja a kerekét. Tényleg. Lehet, hogy rajta leszek, milyen biztonsági kamerák majd rögzítenek, és címlapra kerülök. Tökéletesen igazad van, hogy ugyanakkor azt sem tudom, hogy a gyógyszerem megőrül. Abszolút igazad van, de az OSA meg a Tesco előtt, hogy miért van szükség egyébként 150 mozgássérült helyre, azért azt is mondjam, akkor csak legyen komolyan, 130. Ezt nem tudom. Hogy a nagy hiper előtt van, minden sorban 10 darab, és a 10 soron keresztül 10 darab. Tehát azért, tehát az meg a másik, hogy azért az is sok, de odaállni az valóban pontosan ezért teszem, hogy legyen egy arány ebben. Tehát lehet, hogy túl sok van, mert ennyit nem használnak. Tehát legyen mozgássérült hely, de ne, tehát veled vagyok. Viszont ne álljanak oda a... Hát az nem szép dolog, abban tök igazad van, igen. Férfiak. De van, aki dobolt esetek is például, amikor ki tudja magyarázni. Na szóval az abaházit elengedtem szabadságra, ez a lényeg. Én nem. 2 gyerek után. 3 hete dolgozik. Nem téli szünet van? Hát neked is van gyere, nektek is van gyere. Hát a gyermek után pótszabadság jár, ugye? Na, egy nap után, egy gyerek után. Hát csináljatok még gyereket. Neked is, csak nem tudod kit. Nem tudod mennyi. Morning show. Ú, de gyors voltál. Hello, jó reggel. Hello. Nem írtad alá, hogy hívnak? Igen, elfejtettem aláírni, Ádám vagyok. Ádám, hello. Ádám, te még nem voltál a nap hallgatója, ugye? Nem, még nem. Még nem. Hol hallgatsz minket? Budapesten. Budapesten, már munkában? Igen, jó, Kőbánya. Kőbánya. Festői 10. kerület. Jó, és az. Na, ugye beszéltünk itt a páros páratlan kicsit talán túl hosszan is, belementünk, és te egy nagyon helyes, könnyed SMS-t írtál. Sok az autó az utakon, tarlódás várható. Ezt küldted nekünk SMS-ben, szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója ezzel. Köszönöm szépen.
Jó, mióta hallgatsz minket? Hát, két éve. Másfél szerintem. Akkor viszont. Új hallgatom. Oké. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Plusz ajándékod is van, hallgass meg majd, jó? Ezt is adjuk. Bizony. Rendben, köszi. Ciao. Hello. Hello, hello. Na jó van, figyeljük akkor a smogriadót. Jó? Veszélyeztetettek? Jó. Ugye, de nagyon akkor bejössze értem, ugye? Ebbe elmegyek, érted? Jó. Ha te partvonalra kerülsz, és téged kiraknak, most megígérem, hogy elmegyek, érted, és felszedlek. Jani, majd tartsd a frontot 8-ig, míg ide érünk, jó? 4-7-kor már ott is vagyok nálad, nem. Ha fölhívsz, hogy Balié holnap nem, ez a szolidaritás egyében, akkor elmegyek, érted. Okay. Jó? Jó. Gyönyörű. De már nyom neki nagyon, tudod, hogy kormol. Személy. Egy perc, majd 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok. Ciao, ciao.